Jó, hát akkor mindenkinek jó reggelt és szeretettel köszöntöm a teremben lévő népes hallgatóságot és a Zoom közönségét. Judit már bemutatott. A mai előadásom témája a gondoskodási etika, a gondoskodási válság a gondoskodási etika perspektívájából. Ez ugye már mutatja az előadásom témáját is. A terület, amit választottam, hogy a témáról beszéljek, az az idősekről való professzionális gondoskodás területe, és egy olyan kutatásnak az első eredményeit szeretném bemutatni, ami egészen friss, a nyáron végeztem. Mi az, ami a témaválasztást motiválta? Több oka is van. Van egyfelől a gondoskodási válság, ami nem új keletű, és az idős gondozás területét hatványozottan érinti. Az idézet erről szól, és ez az, ami 7 évvel később a koronavírus járvány kitörése után nagyon hangsúlyosan megjelent. A szoció körkérdésére válaszolva, ugye Csoba Judit tette fel a kérdést, hogy kitapsol a szociális munkásoknak, tehát az idős gondozás még a rendkívül alulértékelt professzionális gondoskodás területén is marginális pozícióban van, dacára annak, hogy stratégiai ágazatnak számít. Van egy személyes oka is a témaválasztásnak, részint olyan helyről jövök, ahol gondoskodási szakmákat oktatunk, védőnőket, szociális munkásokat, gyógytornászokat, ápolókat. Részint én 2003-ban kerültem kapcsolatba a gondoskodási vagy gondozási etikával, amikor is egy nemzetközi szeminárium résztvevőjeként megismerkedtem egy olyan normatív dokumentumelemző módszerrel, amely a gondoskodási etika értékein, politika-filozófiai előfeltevésein alapul, és több dokumentumot is elemeztünk ezzel a módszerrel. A másikok pedig a személyes kutatói kíváncsiság, ezt a területet nem ismerem. Több kutatásom volt a szociális és foglalkoztatási rendszer témakörében, az idősellátásról nem tudtam semmit. Az elméleti keretről nagyon röviden szeretnék, mert akkor a kutatásra nem marad idő, és ez az egész szekció erről szól, úgyhogy remélem, hogy fogunk tudni beszélgetni róla. Talán a legismertebb teoretikusa a gondoskodás etikának, a Trontó, akinek a definícióját olvashatjuk, aminek a lényege egy annyira tág értelmezés, ami akár egy másik értelmezésben a teljes jogú állampolgárság koncepciójához is kötheti a gondoskodást. Mindenféleképpen egy kiszélesített értelmezésről van szó, amelynek a lényege, hogy a gondoskodási munkát, az ezzel összefüggő tevékenységeket meg kellene fosztani a helyhez, privátszféra és a nemhez kötöttségétől. És ebből szorosan következik a gondoskodási válság, a gondoskodási tevékenység el nem ismerése, legyen az a privátszféra vagy a közszféra területéhez kapcsolódva. A kutatásról röviden, anonim módon kezelem a várost, ahol a kutatás készült. Ez egy délalföldi középváros, 28 ezer lakossal. A kutatás időpontja, majd beszélek később, hogy miért pont ez a város, ha lesz rá idő, a kutatás időpontja pontosan a koronavírus járvány enyhülése idején. Akkor kezdtem el, ez véletlenül alakult így, amikor 3 hónap után kinyitottak az intézmények, tehát 3 hónap bezárás után, ez június 18-a volt, tehát ebben a szerencsés időpontban kezdtem meg a kutatást. Kik voltak a célcsoport? Szándékosan a gondoskodási menedzsmentnek a kulcs szereplőit kerestem, tehát intézményvezetőket, és a városban mindenkit, aki az idős ellátásban dolgozik, már intézményvezetőként, klubvezetőként sikerült mindenkit megkérdeznem, ez 10 embert jelentett. Ez egy terepmunka volt, szakértői interjúkkal, átlagosan 60 percig tartottak az interjúk, de volt, ahova többször vissza kellett mennem, tehát értelmeztük a vezetőkkel, maga a szervezeti struktúra megismerése is több időt vett igénybe. Minden interjút legépeltem, szó szerint, és ezeket elemeztem. Ezek az első eredmények, mert hogy nagyon hangsúlyosan foglalkoztunk a koronavírus járvány szervezeti hatásaival. Erről most nem beszélek, ugye nem csak az időhiány miatt, hanem ez egy másik szekció témája lenne. Úgyhogy az interjú vezérfonala közül nagyjából 2 az, amire itt most ki fogok térni. A pályakép, szakmai tapasztalatok, mobilitás, szervezeti működési keretek,
az, hogy milyen szervezeti válaszokat adtak a koronavírus járványra, erről most nem lesz szó, gondoskodói szerepek összeegyeztethetősége, és hangsúlyosan érdekelt a szakma presztízse, amit úgy tudtam tematizálni az interjúban, hogy ez a bizonyos szimbolikus gesztus, ez a köszönetnyilvánítás, ami ment hónapokon keresztül a televízióban, ez nem említette meg a szociális munkásokat, és ez óriási fölháborodást okozott a területen dolgozók számára, és ugye volt még ez a bizonyos 500 ezer forint, tehát ezek voltak, amin keresztül ezt tematizálni tudtam. Válaszadók, nem meglepő módon, horizontális szegregáció, alulértékelt női szakma, többségben vannak a nők, a férfiak nyilván azért kerülhettek be a mintába, mert intézményvezetők mind a ketten, középgenerációhoz tartoznak, házasok, mindössze egy elvált volt, és ami érdekes az, hogy a felsőfokú végzettséggel rendelkezők közül mindenkinek több diplomája van, tehát jellemzően 3-4 diploma, és mindegyik a gondoskodási tevékenységhez kapcsolódó diploma volt, tehát ebben nem volt különbség. Mobilitás, pályakép, nagyon sok kutatás volt már a témában hasonló, az én eredményeim is ezt erősítették meg. Alapvetően első generációs értelmiségi, betanított értelmiségi szereplőkről van szó, ami megemlítendő csak az érdekesség kedvéért, hogy hatalmas intragenerációs mobilitási történeteket hallottam. Például az egyik bentlakásos intézmény igazgatója hentesként kezdte a pályáját, de volt, aki cukrászként. Aki hentesként kezdett, az egy baleset miatt kényszerült váltani, és most azt tervezi, hogy a mester után megcsinálja a PhD-t is. Munka család mellett tanultak, nyilván ez egy fokozott igénybevétel, kisgyerek mellett, és hát ugye külön lehetne vizsgálni, erre most nem lesz idő, a pályaképet, hogy a gondoskodást hogyan tematizálják, milyen konstrukcióik vannak a gondoskodásról, és annak ellenére, hogy szinte mindenki úgymond véletlenül került a pályára, tehát nem egy tudatos pályaválasztás eredményeként, ehhez képest mindenkinek a narratíváiban nagyon erősen megjelent az, hogy ő erre a területre való, és hogy már kicsikorától kezdve, és hogy megtalálta a helyét, amit azért jól jelez, hogy ez talán nem csak egy narratíva, hogy sokan az 50-es éveik végén vannak, és nem, nyilván már nem fognak pályát módosítani, de a fiatalabbak sem, és hogy a fluktuáció egyáltalán nem jellemző a vizsgálati terepre, ami a szociális szférában egy ritkaságnak számító jelenség. Jó, amire még kíváncsi voltam, és a témához kapcsolódik az, hogy hogyan tudják a fizetett és a fizetetlen munkákat összeegyeztetni, erről milyen percepcióik vannak, és hát ezzel volt a legnehezebb helyzet, ezzel kerültem a legnehezebb helyzetben, nem nagyon értették, nem volt számukra értelmezhető, mert ugye egy olyan közegben, ezt nem mondtam, hogy 28 ezer középváros, a Dél-Alföldön, ez egy alapvetően egy tradicionális falusias jellegű közösség, ahol ez annyira magától értetődő, hogy nagyon nehezen lehetett erről beszélni. A normasértő jelleg az egyetlen egy esetben az intézményvezető említette, hogy úgy végezte el a szociális munkán a mesterszakot, hogy akkor született a gyereke, és a férje ment el Gyesre, és hogy ők egy 5000-es faluban élnek, ahol a férjének folyamatosan beszólogattak. Tehát ez volt az egyetlen kivétel, és mindenki elfogadja ezt a helyzetet, és az idézet, amit hoztam, az azt jelzi, hogy erről nem is beszélünk, mert ez természetes. Tehát ez annyira magától értetődő, hogy ezzel megküzdünk, mindenkinek az osztály része, és erről nem beszélünk. És lehetőleg ne vegyék észre, hogy milyen problémáink vannak. És ami nagyon érdekes volt, nem kérdeztem volna rá, az a vezetői szerepek és a gondoskodói szerepek, de mindegyik interjúból kirajzolódott, hogy a legnagyobb szerepkonfliktus nem az otthoni, a privát és a köz szerepek ellátása között van, hanem a vezetői és a segítő szerep között. Tehát annyira erőteljesen azonosulnak a segítői szereppel, hogy a vezetői szerepet azt távolítják maguktól. Van egy-két kivétel, ugye a szervezeti hierarchia csúcsán, az azon kell dolgoznunk, hogy a vezetői szerepet leválasszuk a segítői szerepről. Itt szervezetfejlesztők, kócsok, szupervízorok segítik a munkáját, ami
megjegyzem, szintén nem jellemző erre a szakmára ez a fajta tudatosság. És hogy milyen szervezeti válaszokat adtak, ez az, amit a másik szekcióban lehetne elmondani. Igazából ebből csak azokat szeretném kiemelni, hogy hogyan tudták a kisgyermekesek a különböző szerepeiket összeegyeztetni, és az derült ki, hogy ez azért nem jelentett problémát, mert hogy annyira féltek a munkahely elvesztésétől, hogy amikor kiderült, hogy erre nem lesz szükség, és nem kell elmenni fizetés nélküli szabadságra, gyakorlatilag mindent elfogadtak, tehát ez a bárki bárhova át lehet vezényelve, ez meg is történt, és a legkirívóbb példa, amit szó nélkül elfogadtak az intézményben dolgozók, vezetők, tehát teszem hozzá, több diplomás vezető is volt közöttük, hogy fizikai munkát kellett végezniük. Tehát korábban mentálhigiénés, foglalkoztató, démensekkel foglalkoznak, örömtánc, tehát egy csomó jó gyakorlat fűződik ehhez az intézményhez, azért is választottam. Szándékosan nem egy rossz állapotban lévő, hanem egy módszertani innovációkkal bíró átlagon felüli intézményt választottam, mert azt gondoltam, hogy így jobban fog látszódni, hogy mi is ez a válság, és hogy van-e válság. Tehát ételhordókat fertőtlenítettek, ez mindenkinél megjelent, és próbálták ezt úgy eltávolítani maguktól, átkeretezni a humor eszközeivel, hogy fölvételeket készítettek róla, videókat, és belekerült az intézményi folklórba, de attól ez még megtörtént. És hát még a szociális ellátórendszeren belül is, ahogy mondtam, rögtön látom, hogy a vége felé tartok, az idős ellátás az, ahogy az interjú alanyom fogalmazott, a szegényháznak számít, tehát a legalján van a hierarchiának. Itt nem lehetett home office-ba menni, ez föl sem merült, családsegítő gyermekjóléti szolgálatban igen. És ami némileg meglepő volt, hogy a gondoskodási etika alapértékei, leginkább a gondoskodási emberképe explicit módon is megjelent. Tehát nyilván én erre nem kérdeztem rá direktben, és ezek közül, ami szó szerint elhangzott az interjú során, a sérülékenység, sebezhetőség, nagyon sok balesetet szenvednek el a gondozók, most elektromos bicikliket kaptak, de ettől függetlenül is nagyon sokat esnek, nagyon rossz egészségi állapotban vannak, nem emelhetnének, gerinc problémák, ennek ellenére dolgoznak. A kölcsönös függőség ez a vezető és a vezetettek viszonyában, de így beszéltek a gondozottakról is. Ez egy tudatos vezetői stratégia, mondtam, hogy ő ehhez coach segítségét is igénybe veszi, és bocsánat, akkor igen. Tehát azt lehet mondani röviden, hogy a gondoskodási etika alapértékei itt belekerültek a helyi gyakorlatba, a szervezeti kultúrába, tehát lehet mondani, hogy ez egy jó kompenzált szociális ellátórendszer. Ennek ellenére a minden megkérdezett egyértelműen fölháborodott, vagy a másik jellemző stratégia, vagy válasz erre az ellenismerésre az a csendes beletörődés. Tehát sokan mondták, hogy én már meg se lepődök rajta, meg ennél keményebb dolgok is elhangoztak, és az egyik interjú alanyom ezt úgy fogalmazta meg, hogy ez olyan, mintha nem is lenne a szociális. És azt hiszem, itt van vége az időmnek. És ez a plaketta, amivel zárom és megköszönöm a figyelmet, ezt az egyik interjú alanyom kapta, nem ő, hanem az intézménye, az Idősek Klubja, egy ismeretlen lakos egy csokorvirággal együtt az egyik reggel ott hagyta az ajtóban. Az van ráírva, hogy köszönetem jeléül, egy nap taps helyett. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönjük, Anikó. Én nagyon szívesen hallgattalak volna még tovább, és remélem, hogy még tudunk visszatérni, természetesen visszatérünk a hozzászólásoknál. Úgyhogy szeretném akkor megkérni Zakariás Ildikót, hogy folytassa. Ő a Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségszociológiai Intézetének a munkatársa, tudományos munkatársa, aki a kisebbségszociológiai és antropológiai osztályon dolgozik, és most a gondoskodási viszonyok a kisebbségi magyarokra irányuló jótékonyságban címmel fog előadást tartani, és akkor mostantól indítom a 13 percet. Én egy másik területre fogok most átevezni. A tágabb téma megjelölés az arról szólna, hogy általában, amikor a civil, jótékony, humanitárius, non-profit, nemzetközi fejlesztés tevékenységekről gondolkozunk,
akkor abból indulunk ki, hogy ez analitikusan jól elválasztható a háztartáson belül személyes baráti ismeretségi körben végzett segítéssel. A gyakorlatban azonban az látszik, hogy ezek nagyon gyakran különböző módokon összekapcsolódhatnak, átfedhetnek. Ennek egy specifikus módjáról fogok most beszélni. Az érdekel ebben a mostani kutatásban, hogy mi történik akkor azokban a segítő helyzetekben, civil segítő helyzetekben, ahol valamilyen módon a családi gondoskodás metaforái, viszonyai jelennek meg a segítők és segítettek között. Ennek a példája a jelképes örökbefogadások, vagy a keresztszülőség. Ez egyébként a doktori kutatásomra épül, és a Szolidaritás a késő modernitásban című OTKA kutatás keretében próbálom folytatni az interjúzást és az anyaggyűjtést. A kutatási kérdés szorosabban kapcsolódik és fókuszál a segítési helyzetben létrejövő hatalomviszonyok működésére. Jól tudjuk ennek a kritikai elemzéséből, az elismerés elméletek, a posztkoloniális elemzés alapján, hogy ezekben a segítőhelyzetekben különféle hierarchiák működnek. Most arra fókuszálunk, hogy az a kritika hogyan működik ezekben a helyzetekben, hogy igen, gyakran a segítettek hangja, perspektívája el van némítva, nem látszik ezekben a helyzetekben, és a segítők határozzák meg, hogy mi lesz a segítségnyújtás tárgya, módja. Ezekben a kritikai elemzésekben igen gyakran azt találjuk, hogy valamilyen módon posztulálva van már az elején az eredmény, nagyon ritkán kerülnek maguk az interakciók a fókuszba. Igen gyakran a jótékonykodók és a segítés kezdeményezőinek a perspektívájára, vagy a szervezeti működésre fókuszál az elemzés. Közvetett mediát kapcsolatokra helyezik az elemzési hangsúlyt és a hatalmi status quo megőrzésére. Nincs ez másként azokban a kutatásokban sem, amelyek ezekre a rokonság metaforák működésére, vagy rokonság metaforákat használó civil programokra, kezdeményezésekre fókuszálnak. Ilyenek például a 2000-es évektől a Child Sponsorship, tehát a gyerek támogató ázsiai, afrikai projektekről szóló elemzések, vagy a 2015 óta az Európába érkező menekülteket segítő állampolgári kezdeményezések elemzései. Ezekben az elemzésekben nagyon gyakran automatikusan, amennyiben a személyes kapcsolatról is szó kerül, automatikusan a strukturális erőviszonyok kiegyenlítéseként vannak bemutatva, érzékelve. Van itt tehát egy olyan fajta hiány, hogy ténylegesen ezeknek a kapcsolatoknak a működésére kevés figyelem irányul. Én ezt szeretném, vagy szerettem volna részben a doktorimmal, illetve a folytatásával pótolni. Abból indulok ki, hogy az empatikus odafordulás, az van egy ilyen tendencia és potenciál ezekben a segítőhelyzetekben, ugyanakkor nagyon sokszor a fegyelmezés, ez összefonódik a fegyelmezés elképzeléseivel és gyakorlataival. Tehát az a tágabb kérdés, hogy hogyan jönnek létre és maradnak fent ezek a rokonság metaforákat használó segítő viszonyok, milyen szerepet játszanak ebben az intézményes gyakorlatok, milyen elismerés viszonyok jönnek létre, ez hogyan hat a segítő gyakorlatokra és az ideológiákra. Ennek egy speciális terepét vizsgálom, a nemzeti keretezésű jótékonyságot. Ezek olyan programok, amelyeket Magyarországról kezdeményeznek kisebbségi magyar közösségekre. Viszonylag közismert példa Böjte Csaba gyermekotthonainak támogatása önkéntességgel vagy adományokkal, de nagyon sok segélyszervezet, testvériskolai kapcsolat, egyházi közösség szervez ilyen típusú programokat. Ez nem egy egyedülálló jelenség, a diaszpora filantrópia területén is számos ilyen jelenséget látunk, hogy a nemzeti azonosság alapján segítenek egymásnak jótékony keretben emberek. A kisebbségi magyarok támogatásának két értelmezési rétege van. Az egyik a nemzeti azonosság, a kisebbségi magyarok autenticitásából indul ki, és az asszimilációs fenyegetettségből. Ebből kulturális segítségnyújtás adódik. A másik rétege egy modernizációs
civilizációs különbséggel operál, ahol ezek a kisebbségi magyarok fejletlenebbek, szegényebbek, gazdaságilag és civilizációsan elmaradottabbak. Ebből olyan típusú segítségnyújtás adódik, ami szociális jellegű segítségnyújtás, ritkában gazdasági fejlesztés. A doktori kutatásomban négy ilyen típusú programot néztem meg etnográfiai módszerekkel. Ebből most kifejezetten a moldvai magyarok, csángók magyar oktatására irányuló jótékonysági programot nézem, de még két testvériskolai kapcsolatról is, rá is nagyjából érvényesek azok az állítások, amelyeket meg fog fogalmazni. Azt látjuk, hogy ezekben a segítő helyzetekben van egy elég nagy törés a segítők és a segítettek elképzelései között. Míg a segítők oldalán ez a fajta nemzeti azonosság, autenticitás, fenyegetettség és a magyarság megőrzésének az elve adott, a segítettek oldalán ez nagyon változatos formát mutat, sokszor hiányzik. Asszimilálódó nyelvváltó közösségekről van szó, akiknek a megélhetése és a mobilitása nagyon erősen összekapcsolódik a többségi román intézményekkel és munkaerőpiaci oktatási intézményekkel, migrációs hálózatokkal. Mi történik akkor, amikor ilyen törések vannak az értelmezési térben? Azt látjuk, hogy ez a magyar oktatási program beindított egy ilyen keresztülői jótékonysági projektet. Különböző magyarországi támogatók kereszt gyereket kapnak Moldvában, akiket az oktatási program mellett személyesen támogathatnak. Különböző szervezeti eszközökkel segítik azt, hogy a jelentések különbözősége ellenére viszonylag természetesen ezek természetesen, tehát a résztvevők számára organikusan kialakulhassanak. Ezek ugye oktatási intézményi környezethez kapcsolódnak, úgyhogy magyar tanárok főként ebben a brókerek, fordítók, közvetítők, ők párosítják össze a segítőket, segítetteket, ők szervezik a levélírást, információ áramlást a segítségnyújtás szereplői között. Ugyanakkor vannak olyan terek, olyan tevékenységek, amelyekben elszakadnak ezek a kapcsolatok ezekből a közvetített mediáterektől. Nagyon gyakran egymást meglátogatják ezek az emberek, egymás otthonában szállásolják el egymást, táborokban találkoznak. Itt most van egy idézet, igazából akkor köteleztem el magam az egész programhoz, mikor először találkoztam a keresztgyerekemmel, volt egy tábor, felhívott a tanárnő, hogy egy év után találkozhatom vele, egy évig írtam levelet, küldtem fényképeket, és akkor mondták, ugye itt a tanár meg van idézve, hogy nagyon hosszú és érdekes volt a levél, és milyen boldog volt, hogy neki milyen érdekes keresztanyja van, ezt ugye a tanár meséli el a keresztülőnek. Leírtam, hol éltem, mit csináltam, és képzeld, a kislány egész nap izgult, lefürdött, hogy jön az ő keresztanyja, mert így mondta. És én izgultam, milyen lesz, hogy fog kinézni, képet se láttam róla, se hiszett, hanem ahogy beléptem a táborba, jött velem szembe egy 14 éves kislány, fogyogtak a könnyei, és azt mondta, már úgy vártam magukat, de jó, hogy megjöttek. Megölelt, úgy éreztem, mintha egész életemben ismertem volna, és utána elmentünk a McDonald's-ba. Most rátérnék a központi kérdésre, nincs nagyon idő kibontani és tárgyalni, hogy az elismerés és a fegyelmezés, az empatikus odafordulás és a fegyelmezés milyen dinamikáját lehet ezekben a keresztszülő-keresztgyerek kapcsolatokban megfigyelni. A keresztszülők nem automatikusan érkeznek az elfogadás és odafordulás diszpozícióival, nagyon sokszor segítői elvárások és a általuk legitimnek gondolt fegyelmezési interakciókat kezdeményeznek. Ezek egyrészt a nemzeti ideológia mentén jönnek létre. Ez azt jelenti, hogy elvárják, noszogatják a gyerekeket, hogy magyarul beszéljenek, a magyar intézményes környezetben jelen legyenek, látogassák a magyar órákat, tovább tanuljanak magyarul. Másrészt a modernizáció, civilizációs ideológia mentén, amint ez párosul a keresztülői felelősséggel, azt implikálja, hogy nagyon gyakran a továbbtanulásába szeretnének beleszólni a gyerekeknek, próbálják őket arra kapacitálni, arra fordítani, hogy a középfokú és felsőfokú továbbtanulásukat segítsék elő. Az látható a tapasztalataink alapján, hogy
hogy ezek az elvárások nem találkoznak a gyakorlattal, a gyakorlat szintjén eszköztelenek a keresztülők, hogy ezeket érvényesítsék. Ugyanakkor mi marad akkor, hogyha a kapcsolatot fenn szeretnéd tartani, tehát ez, hogy nincsenek eszközök, ez azt jelenti, hogy nagyon gyakran a gyerekek, ha terhesnek érzik, vagy a családok ezt a fajta beavatkozást, egyszerűen az önkéntesség alapján kivonulnak ezekből a segítőviszonyokból, ezt azért tudják megtenni többek között, mert mediált segítői viszony is van a tanáron keresztül, tehát egy csomó előnyből továbbra is tudnak részesülni ezekben a programokban. Hogyha a kapcsolathoz ragaszkodnak a felek, az azt jelenti, hogy a segítők elkezdenek alkalmazkodni a segítettek szándékaihoz. Ezt a nemzeti noszogatást háttérbe vonják. Nagyon gyakran ők maguk például gesztusokat tesznek, elkezdenek románul tanulni a keresztgyerekeik kedvéért. Az ajándékozás, adományozás az szintén a kulturális témáktól elfordul a középosztályi hasznosság ideája felé, vagy pedig még inkább a segítettek fogyasztási preferenciái felé, és a tömeg, tehát a populáris fogyasztási termékek felé. Nagyon gyakran halljuk azt, hogy a keresztülők arról beszélnek, hogy a gyerekkorát szeretnék visszaadni ezeknek a gyerekeknek, akik kiskoruktól a háztartási munkamegosztásban aktívan részt vesznek. A tudások, ez nem csak a segítő helyzetek. Ildikó, már csak két percünk van. Igen, már csak egy dia van. Tehát köszönöm, bocsánat. A tudásokra vonatkozóan ez azt jelenti, hogy nem csak a segítő helyzetekben íródnak ezek át, vagy alakulnak át, hanem túlnyúlnak ezeken a helyzeteken, a keresztülők elkezdenek ezekben a segítettek mobilitási, boldogulási perspektíváit figyelembe véve gondolkozni arról, hogy hogyan kéne a programot átalakítani. Most ezt az idézetet nem olvasom fel, csak összefoglalnám, mit jelent át a civil szférában a személyes gondoskodás mozgósítása és a rokonság metaforák használata. Most erre nem volt mód, hogy kifejtsem, de a pedagógiai logikák szerint működő formális találkozásokban erőteljesen dominálni fog a nemzeti ideológia, a családi gondoskodás tereiben, az informális terekben sokkal kevésbé, és ez túlterjed a segítő-segített találkozásokon. Ugye itt a pedagógiai viszony mellett még a segélyezés, a turizmus, a barátság logikái, szitéi, rezsimjei is relevánsak lesznek ezekben a programokban. A specifikuma a gondoskodásnak az egyrészt az, hogy hosszú távú kapcsolatot ígér, másrészt ugye a fegyelmezés és az odafordulás ilyenfajta dinamikáját. Különböző történeti, társadalmi okai vannak annak, hogy is lehetnek a szervezeti sajátosságokon túl, hogy ez a fajta alkalmazkodás megfigyelhető, például a pszichotudások elterjedése, és ami a feltétlen szülői elfogadás jelentőségéről szól, vagy a gyerekkor szimbolikus jelentőségének megnövekedése, vagy az intimitás és a család összekapcsolódása. A kutatásban egy utolsó mondat, hogy további feladat az, hogy ennek ugye az utóbbi 5-10 évben hogyan alakultak ezek a folyamatok, az, hogy az állami szerepvállalás megnövekedett, hogyan hatott és hogyan hat a civil szerepvállalásra és ezeknek a személyes kapcsolatoknak a kiépítésére, előzetes beszélgetések alapján alássa jelentős mértékben ezeket. Köszönöm szépen. Akkor én közben elmondom, hogy a következő előadást azt Barta Attila fogja tartani, aki a Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézetének a tudományos munkatársa a kormányzás és közpolitikai osztályon, és emellett pedig a Corvinus Egyetem közgazdálkodás és közpolitikai tanszékén egyetemi docens, és van egy társszerző is, Zentai Violetta. Köszönöm szépen, jó reggelt, jó napot, szervusztok. Egy kérdés, hogy a megosztott diát látszik. Azt látják? Látszik, köszönöm igen. Szépen, mert hogy egy darabig nem működött, csak most már úgy tűnik, hogy igen. Akkor én elkezdem ezt a diasort vetíteni. Ugye a mi témánk az módszertani indítatású, nem ennyire
izgalmasan hétköznapi, mint amilyen Anikó és Ildikó előadása volt, de másfajta érdekességet valószínűleg hordoz. A tartós gondoskodás és a nemek közötti egyenlőség kapcsolatáról szól, és az európai gondozási rezsimek fuzzy-set ideáltípusain keresztül folytattuk le ezt a kutatást. Annyit érdemes talán elmondani, hogy ez egy régebbi kutatási előzménye van, még a 2015-ös évekből, akkor Olena Fedjukkal együtt hármasban dolgoztunk ezen a kutatási projekten, és hát utána ez egy picikét halasztódott, elsősorban amiatt, hogy én is megismerkedtem a gondozásnak egy sajátos perspektívájával, tehát nekünk is lett két gyerekünk, akiket örökbe fogadtunk, és emiatt kicsit halasztódott a kutatás, de most éppen elkészült belőle egy tanulmány, hogy van mit megosztanom, vagy megosztanunk veletek. A kontextus az a jóléti rezsimek reformjai, és kifejezetten a gondozás vagy a gondoskodás rezsimjeinek a változásaival foglalkoztunk. Nyilvánvalóan itt mindenki számára evidens az, hogy a gondoskodás mint tevékenység fontossága nő az idősödő európai társadalmakban. Az is, hogy a gondoskodás az erősen gender-specifikus. Láthattuk például Anikó adataiból is, hogy ez az intézményvezetők azok, akik jellemzően férfiak, a gondoskodási munkával, az intézményi gondoskodásban is jellemzően nők foglalkoznak, és ez nincs másként a háztartások családi terekben sem. Többféle intézményi aktor van Európában, és a familizáció, illetve a defamilizáció ellentmondásos trendjeit lehet megfigyelni. Még egy sajátossága van kontextuálisan ennek a témának, az, hogy a gondoskodási munkák különösen vonzóak a bevándorlók és mindenek előtt a bevándorló nők számára. Ha a nemzetközi kutatási előzményeket tekintjük, akkor azt lehet megfigyelni, hogy van három sajátosság a korábbi kutatásoknak. Egyrészt jelentős eredmények főként a fejlett európai államokról, de Dél-Európáról is, tehát Dél-Európa alatt értve a mediterrán térség államait. Tehát erről a térségről vannak jelentős kutatási eredmények. Részben a globális gondoskodási láncokkal kapcsolódnak össze ezek a kutatások, és ha a gondoskodási rezsimeken belül megkülönböztetjük a gyerekgondozást a hosszú távú gondoskodástól, akkor a kanonizálódó tudás sokkal inkább jelen van már a gyerekgondozási rezsimeket illetően, viszont kevésbé kristályosodott a tudás a hosszú távú gondoskodás változásairól, különösen ennek gender-specifikus vonásairól, és elég keveset tudunk arról is, hogy mi történik a posztszocialista kelet-közép-európai országokban. A korábbi kutatási eredményekről röviden, ugye az összehasonlító vizsgálatok jellemzően tükrözik a szokásos jóléti rezsimtipológiákat, visszaköszönnek ezek az észak-európai, kontinentális, konzervatív, a mediterrán családmodellhez kötődő jóléti rezsim tipológiák, tehát amik Esping Andersen, illetve mondjuk a Hall és Soskis szerzőpáros munkáin épültek fel. A gondoskodásban és különösen a hosszú távú gondoskodásban domináns a nők szerepe, a bevándorlók jóléti rezsimek szerint eltérő súllyal, illetve eltérő státusszal rendelkeznek. Itt az eltérő mintázatokról érdemes kiemelni azt a három szempontot, hogy Észak-Európában növekszik az otthoni gondoskodás, és visszaszorulóban van az intézményi hosszú távú gondoskodás. Ezzel szemben Dél-Európában az elmúlt egy-két évtizedben kifejezetten a hosszú távú gondoskodás intézményeinek expanziója volt megfigyelhető, viszont a családi gondoskodásban, ott a kiszolgáltatott, itt beírtam az angol terminusokat is, tehát a not decent precarious munkaerőpiaci státusú bevándorló nők részvétele figyelhető meg, és Kelet-Közép-Európában, mint jeleztük, nincsenek egyértelmű közös trendek. A kutatási eredmények közül csak három fontos előzményre hívom fel a figyelmet. Az egyik az, hogy
hogy az európai gondoskodási rezsimekben az intézményi gondoskodás és a családi gondoskodás között nem helyettesítő a viszony, vagyis azt lehet megfigyelni, hogy egyes országok vagy mindkét dimenzióban nagyvonalúak, vagy pedig egyikben sem azok. Emiatt sem a defamilizáció, sem a familizáció, vagy a refamilizáció hatásai nem egyértelműek a nemek közötti egyenlőségre, egyenlőtlenségre, és hogy a bevándorlók növekvő részvétel a gondozási munkákban nyilvánvalóan ellentmondásos következményekkel jár, lehetséges, hogy az adott családban, az adott háztartásban csökkennek az egyenlőtlenségek, viszont ugye megjelenik egy új szereplő, aki kiszolgáltatott munkaerőpiaci státusban elszenvedi, és az egyenlőtlenségeknek új dimenzióit tapasztalja meg. A mi kutatási ambíciónk, illetve elemzési módszerünk egy feltáró kutatás volt, az EU tagországok egészén, tehát beleértve, illetve hangsúlyosan a posztszocialista országok mintázatait is megfigyelve szerettük volna feltárni a gondozási rezsimek és a nemek közötti egyenlőség, egyenlőtlenség kapcsolatát. Itt a leíró típusú vagy feltáró mintázat keresés mellett az volt a másik fontos kérdésünk, hogy vannak-e olyan esetek, országesetek, amelyek kilógnak a szokásos jóléti rezsim tipológiából, és a nemek közötti egyenlőséget tekintve transformatív potenciált ígérnek. A módszer, ez a fuzzy set ideáltípus elemzés, ami elég gyakran alkalmazott az utóbbi másfél évtizedben az összehasonlító jóléti rendszerkutatásokban. Itt a módszer részleteire nem térek ki, talán az ideáltípus alkotásnak bizonyos lépéseit tudom itt most ismertetni az időkorlátok miatt. Kiinduló pont a Fraser klasszikus munkája a nők és a férfiak eltérő részvételéről a fizetett munkában és az otthoni gondoskodásban, tehát ezek adják meg az ideáltípusok elméleti hátterét. 4 elemzési dimenziót vizsgáltunk. Egyrészt, hogy mekkora a közösségi finanszírozású hosszú távú gondoskodás nagysága, másrészt, hogy milyen ellátatlan gondoskodási szükségleteket érzékelnek az érintettek, a harmadik, hogy mennyire szabályozott az otthoni gondoskodásnak a területe, és a negyedik pedig, hogy milyen a nők és a férfiak részvétele a fizetett munkában, ugye, ami az otthoni gondoskodás mellett a másik dimenzió. Itt láthatók, hogy ez egy elég komoly adatbázisépítés, illetve sokfajta adatfelvételből, sokfajta típusú adatból álltak össze az operacionalizálás során azok az adatok, amelyeket az ideáltípus alkotáshoz és az elemzéshez felhasználtunk. Ezeket nem fogom itt most részletesen elmondani, hanem inkább az ideáltípusokra ugrok. Itt ugye az egyik ideáltípus, ez a kenyérkereső férfi, ami implicit módon magában foglalja a gondoskodó nő ideáltípusát, a másik egy olyan kétkeresős háztartás, ahol az otthoni gondoskodásnak nincsenek policy szinten az állami gondoskodási politikában támogatásai. A másik viszont az egy olyan kétkeresős háztartás, ami támogatott gondoskodás mellett figyelhető meg. A 4 dimenzió szerint kalibráltuk az adatainkat, és összevetettük, hogy ezek az ideáltípusok hogyan függenek össze egyrészt az otthoni gondoskodás nemek közötti egyenlőtlenségével, ez a European Gender Equality Institute-nak az indexét használtuk, ami egyre többet tud, és nagyon örvendetes, ahogy módszertanilag és szubstantív értelemben is fejlődik. A másik pedig a bevándorlók részvétel az otthoni gondoskodásban, itt 2 különböző forrást használtunk fel, egyrészt az FRA-től, másrészt ez egy ENSZ kezdeményezésű elemzés King Desjardins friss munkájából. Az eredmények. 4 országcsoportot azonosítottunk. Az az érdekesség, hogy egyetlen egy olyan európai ország van egyébként, amelyik a férfi kenyérkereső ideáltípusához áll közel, ez Málta. A dél-európai és a dél-kelet-európai országok egy jelentős csoportja az a kétkeresős, nem támogatott gondoskodás ideáltípusához áll közel,
miközben bizonyos észak-európai országok, de lehet, hogy némi meglepetésre, például Ausztria is, a kétkeresős támogatott gondoskodás ideáltípusához állnak közel, és köztük van két hibrid csoport, amelyik valamelyik ideáltípushoz közelebb áll, de hibrid mintázatot mutat. Az egyikbe tartozik Magyarország, számos más posztszocialista ország, illetve Spanyolország, a másikba pedig néhány posztszocialista ország, Csehország, Észtország, Szlovénia, illetve a nagy nyugat-európai országok, valamint Írország és Luxemburg. Ugye milyen összegzést, következtetéseket lehet megfogalmazni? Akit a módszertani kérdések érdekelnek, azoknak majd javasoljuk a tanulmány elolvasását, ami hát a napokban várható a megjelenése, majd egy, az utolsó dián lesz ezzel kapcsolatban egy link is. Itt a családi gondoskodás szerepe általában felértékelődik az idősödő európai országokban, viszont ehhez az intézménye, a finanszírozási és a szabályozási gyakorlatok nagyon eltérő konfigurációkat adnak országonként, és emiatt eltérők a várható hatások a nemek közötti egyenlőségre, egyenlőtlenségére és a bevándorlók részvételére is. Ugye mi ezt a fázis set ideáltípusokkal próbáltuk megragadni, ezeknek a gondozási rezsimeknek a komplex és sokdimenziós konfigurációját, és azt találtuk, hogy miközben ez az eredményeink jó részt tükrözik a szokásos jóléti rezsim típusokat, van néhány olyan posztszocialista ország, ahol transformatív potenciál sejthető a nemek közötti esély egyenlőségben, egyenlőtlenségben, Észtország és Lettország mindenek előtt ilyen. Másrészt vannak olyan európai tagállamok is, ahol az otthoni gondoskodás szabályozásának magas minősége és a bőkezű, hosszú távú gondoskodási kiadások mellett sem csekélyek a nők és a férfiak között a gondoskodási részvételben az egyenlőtlenségek. Ugye az adatainknak van néhány korlátja, pillanatfelvétel, adatminőségi nehézségek, különösen a gondoskodási migráció adatai azok, amelyek nehezen beszerezhetők, illetve nehezen validálhatók. És hát egy harmadik tartalmi korlát az, hogy számos európai hosszú távú gondoskodási rezsim alapvetően hibrid karakterű. Hogy hogyan lehet tovább lépni, hát azok az összehasonlító kvalitatív esettanulmányok, amelyeket például Anikó és Ildikó is bemutattak, azok közelebb vihetnek bennünket a gondoskodás, a hosszú távú gondoskodás rezsim jellemzőinek a jobb megértéséhez. És egy link itt végül, egyelőre még csak a folyóirat oldalát tudtam belinkelni, a Violával közösen írott munkánknak, most fog megjelenni a Social Inclusion-ben, várjuk, hogy felkerüljön, és örülünk, ha olvassátok, illetve kritikai észrevételeket fűztök hozzá. Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönjük, Attila, és akkor kérem, hogy akkor maradj velünk, és a még két előadás után elkezdjük a hozzászólásokat. Úgyhogy most viszont visszatérünk a TK-ba, és ott Takács Flóra fog előadást tartani. Flóra az ELTE társadalomtudományi karán a doktori iskolájának utolsó éves hallgatója. Ezt az előadást a Sík Domonkos által vezett Szolidaritás a késő modernitásban OTKA kutatás keretein belül végezte, és tehát olyan empirikus eredményeket fog most bemutatni, ami... Tehát a mi kutatási témánk az egyébként az Zakariás Ildikó által említett OTKA, Szolidaritás OTKA kutatásnak a része, és én ennek egy alterepét csináltam, ami a gyűlöletbűncselekményekről szól. Ez a valószínűleg a hibrid előadás első hibrid része. A gyűlöletbűncselekmény, ez egy olyan, tehát ezt tulajdonképpen egy olyan fogalomként hoztuk be, ami köré rendeztük az egész terepet. Ez egy jogi fogalom, ez nem egy önmagában álló jogi terminus technicus, hanem ez egy minősítő eset a büntető törvénykönyv szerint, és a gyűlöletbűncselekmények logikája az, hogy azért ad plusz büntetést az elkövetőnek, mert abból indul ki, hogy bizonyos sérülékeny csoportok tagjaival szemben, ha elkövetnek valami, akkor az egész csoportra negatívan visszahat. Tehát hogy ez egy elég fontos társadalmi jelenség is. Ugye a jogi meghatározás az részben eltér a
köznapi felfogástól, mert néha az emberek olyasmit azonosítanak a gyűlöletbűncselekménnyel, például a gyűlöletbeszédet és más dolgokat, ami nem tartozik valójában ide. Nem nagyon akarok leragadni a magánál a definíciónál, de azt azért elmondanám, hogy a jog az az elmúlt években olyan értelemben szigorodott, hogy bizonyos előítélet indikátorokat elfogadtak. Rosszul van? Nem, ja? Csak hát, hogy jó. Igen, most már jó. Köszönöm. Amik tulajdonképpen meghatározzák azt, hogy mik lehetnek gyűlöletbűncselekmények. A kutatás maga ugye az egy szolidaritás kutatás volt, és amit mi vizsgálunk az az, hogy a gyűlöletbűncselekmények áldozatai és a nekik segítő különféle szervezetek vagy társadalmi aktorok, a két oldalnak az igényei azok hogyan találkoztak egymással. Tehát az, amilyen segítséget várnak az áldozatok, azt a segítők mennyire tudják, vagy akarják, vagy képesek adni. Azt nézzük meg, hogy ezek a segítő aktusok, ezek hol találkoznak az igények mentén, hol kettőződnek meg, hol diszfunkcionálisak, hol csúsznak szét, illetve hol marad teljesen magára a segítségkérő az áldozat. A megkérdezettek körénél, ez számomra először ugye a segítőkkel csináltam 22 interjút, ezek párhuzamosan folytak kétfajta. Valójában fókuszcsoportokat csináltak az OTK-ban a többi terepet készítő kutatók, de itt a témának az érzékenysége, a szenzitivitása miatt én mindenkivel interjút csináltam. Próbáltam minél szélesebben körbelülni azt az intézményrendszert, akit meg akartam kérdezni. Nyilván az állami intézmények egy nagyon fontos, ugye mind a jogszabályalkotás miatt, mind a hivatalos áldozatsegítő, a rendőrség, az egészségügyi intézmények, akivel találkozik az áldozat első körben. A civil szervezetek közül megkérdeztem olyanokat, akik kifejezetten sérülékeny csoportok érdekképviseleti szervezetei, és azok a jogvédő szervezetek, akik az első körben tudnak segítséget nyújtani az áldozatoknak. Ezen kívül informális csoportok és mozgalmakról is lesz szó, a tudományos és az akadémiai szférát abból a szempontból nézem, hogy a különböző tudást, amire hagyatkoznak a segítők, azt hol termelődik meg, mennyire veszik igénybe, úgymond a modernitásnak ezt a találmányát, amit így a tudástermeléssel határozunk meg. Illetve azt megnéztem, hogy nagyon fontos segítő aktorok a vallási szervezetek, egyházak is, hogy ők ebben mennyire vesznek részt. A segítőknél én határoztam meg a segítők körét, és amikor ők esetleg egy újabb szereplőt említettek, azt megpróbáltam bevenni a körbe. A segítetteknél 16 interjút készítettem, megmondom őszintén, hogy ez is nagyon megterhelő volt, tehát többet szerettem volna, de ez is így a határaimon pont túl volt. A segítettek, tehát az áldozatok esetében megpróbáltam megkérdezni pszichiátriai betegséggel és fogyatékkal élők szervezeteit, képviselőket vagy áldozatokat, de az az igazság, hogy ezek nem jöttek össze. Ami még problémás volt nagyon, az a fedél nélkül élőknek a megkérdezése. Ott egészen egyszerűen az volt, hogy nem tudtam őket fizikailag elérni, ezért csak úgy tudtam velük beszélni, hogy a segítővel együtt. Flóra, ne haragudj, hogy beleszólok, de nem mozognak tehát csak a legfelső, az első szlájdot látjuk. Az érdekes, mert előttem látszik. Uh-huh. Akkor egy pici időt kérhetünk? Bocsánat, mert nekem fogalmam sincs, hogy mi a gond. Nincs vetítésre állítva, igen, bocsánat. Elnézést, én nem tudom, hogy... Most látjátok? Most jó, igen. Akkor köszönjük. Arra kérlek, hogy ne menj át izébe, hanem ezzel... lépeges, így, jó? Oké. Okay. Most minden rendben, köszönjük szépen. Jó, elnézést, én ezt nem is láttam minden. Semmi baj. Jó, akkor... Jó, itt ebben annyira nem akarok belemenni, hogy nem menjen el az idő, de az nagyon fontos, hogy az állami intézményeknek a legfontosabb szervezetei nem tartották magukat kompetensnek, vagy tulajdonképpen hátsó politikai okra hivatkozva nem akartak válaszolni kutatásra. Ez ugye elég fontos, mert maga a 112, az áldozatsegítő szolgálat, az OKIT, az alapvető jogok biztosa, illetve bizonyos rendőrségi szervezeti egységek ebből így teljesen kiestek. Ez egy elég nagy probléma, én nagyon rámenős voltam, de nem sikerült őket elérnem. Az elemzési dimenzióban nem akarok belemenni, mert ez elvenné az időt, de az a lényeg, hogy a késő modernitás elméletek perspektívájából megpróbáljuk megnézni, hogy a segítés, mint olyan, hogy alakul át, mennyire hálózatosodnak a szervezetek, milyen segítési aktusok vannak, milyen újfajta segítési aktusok vannak,
megnézzük azt, hogy az egyénre mennyire terhelik át a felelősséget, megnézzük azt, hogy újfajta szakértői tudások termelődnek-e, a hagyományos szakértői tudásokat kétségbe vonják-e, mennyire reflexívek az intézmények, az egyének milyen elvárásokat támasztanak feléjük, mennyire működik az együttműködés, a kommunikáció, mennyire tekintik egymást partnernak, illetve azt, hogy a diskurzív keretezést, a különböző definíciókat mennyire tudják és akarják a nyilvánosságban az aktorok befolyásolni. És akkor most rátérnék az izgalmas részére, az empirikus kutatási eredményekre. A segítettek esetében, hát ez nem lesz meglepő, de ugye a társadalmi helyzet az nagyban meghatározza azt, hogy milyen tőkével rendelkeznek, és hogy ezáltal mennyire tudnak segítséghez jutni. Nyilván itt a kapcsolati tőkének is kiemelten fontos szerepe van. De két másik fontos dimenzió is megjelenik. Az egyik az a látható kisebbséghez tartozás, a másik pedig az, akiket valamilyen támadásért az elmúlt években a közbeszéd szintjén. Erre majd még kitérek, de ez gyakorlatilag minden interjú típusban előjött, még az állami szervezetek képviselőinél is. Akik a leginkább rossz helyzetben vannak, az nagyon érdekes, hogy a romák, a menekültek és a transzneműek az LMBTQ közösségen belül. Ugye a transzneműeknél egyértelmű, hogy azért, mert látható közösség tagjai, viszont az nagyon érdekes, hogy a romákat és a hajléktalanokat nem tettem egy csoportba, mert hogy a hajléktalanok sokkal inkább olyan értelemben centralizáltan élnek, hogy még azok is, akik erdőben vannak, valamilyen kapcsolatban állnak segítő szervezetekkel, és azért van egy sokkal erősebb jogtudatosságuk, mint azoknak a romáknak, vagy menekülteknek, akik táborban vagy szegregátumban élnek. Egyébként ezt mind a segítők, mind az áldozatok elmondják. Az nagyon fontos, hogy az első csoportban lévőeknél, a transzneműek nem, de a menekültek és a romák esetében rendszeresen felmerül, hogy magát a problémát sem artikulálják. Tehát, hogy annyira traumatizáló korábbi életeseményeik voltak, meg annyira nehéz élethelyzetben vannak, hogy a fizikai bántalmazás mint olyan, vagy az, hogy ők valamilyen sérülékeny tulajdonságuk miatt vannak támadva, az nekik tulajdonképpen fel sem tűnik. Ez így csúnyán hangzik, de hogy ez a valóság, ami még sötétebb színben tünteti föl az ő helyzetüket. Ide kitettem idézeteket, ezek, hát próbáltam nem a legdurvábbakat, mert egyrészt azok szerintem megterhelőek, másrészt beazonosíthatóak voltak az áldozatok, de én mindegyik arról szól, hogy mind a hajléktalanoknál, mind a romáknál, mind a menekülteknél előjött ez a narratíva, hogy őket ez nem érdekli, hogy mellette éheznek, hogy korábban már traumatizálódtak, nem erőszakért például menekültet, stb. És őket ez tulajdonképpen nem érdekli. Nem érdekli, hanem hogy nem ez a legnagyobb problémájuk. Ugye az LMBTQ csoportok, az egy kiemelt, erről majd fogok külön beszélni, ők kifejezetten jó helyzetben vannak a többi áldozati csoporthoz képest, mert hogy egy olyan tudással, egy olyan tőketípussal rendelkeznek, meg kapcsolati tőkével, amivel ők kiemelkednek a többiek közül. A segítők esetében, hát a család az tulajdonképpen az LMBTQ áldozatok esetében a legsötétebb aktor, az, amit itt kiraktam idézetként, ez egy könnyebben emészthető idézet, gyakorlatilag a szülők nagyon gyakran kitagadják, mert hogy maga a gyűlölet bűncselekmény elkövetése az coming out-tal jár, egy kényszerített coming out-tal. Gyakran a barátokra tudnak támaszkodni, és ami még egy ilyen nagyon sötét képet vázol, az idegenek és a járókelők szerepe. Azok az áldozatok, akiket utcán támadtak meg, 6 vagy 7 ilyen áldozat volt, akivel interjúztam, egyikük sem kapott segítséget. Ez, amit ez az illető mond, itt tulajdonképpen végig sírja ezt, amit mond, és ez egy nagyon megterhelő helyzet. Tulajdonképpen én úgy éreztem, hogy ez az, amit a legkevésbé tudtak feldolgozni, és semmilyen segítséget nem tudtak kapni. Itt ezen így tovább mennék egy kicsit, mert hogy szerintem nincsen túl sok időm. A civil szervezetek egy jól szervezett network, főleg így az LMBTQ emberek szempontjából, a vallási közösségek szempontjából, én főleg zsidó szervezetekkel tudtam interjúzni. Az állami szervezetekkel próbálnak együttműködni, tudást megosztani, de az állami szervezetek borzasztóan elutasítóak velük. Ez általában ki nem mondott, de hogy nem reagálnak megkeresésekre, a monitoring folyamatban nem vonják be őket, nem tájékoztatják őket. Viszont a szervezetek egymás között irányítanak át áldozatokat, és tulajdonképpen egy közös értékelési rendszerük is van, illetve az önsegítő csoportok önvédelem megszervezésében sokat segítenek. Ez ugye az LMBTQ csoportnál különösen fontos, hogy ilyen olyan intézményeket találnak ki, mint a jogi megfigyelők, vagy különböző reziliancia csoportokat hoznak létre, testkamerát használnak. Tehát ez egy sok év alatt kialakult önvédelmi rendszer, ami ugye jól is mutatja, hogy az állam nem működik jól, de ez tulajdonképpen az államot helyettesítő intézményként jön létre. Az állami szervezeteknél
nagyon erős az áldozatok bizalomhiánya, nem kommunikálnak velük, az áldozatok perspektíváját nem veszik figyelembe, az alapellátó rendszer eleve nem működik, tehát az egészségügytől kezdve a gyámügyig. A legtöbbször ezek a szervezetek nincsenek kiképezve a gyűlöletbűncselekményről, nem is ismerik föl, nem irányítják át máshova őket. Az intézményi rasszizmus is nagyon sokszor megjelenik. Nagyon fontos még ez a túlbürokratizáltság, az áttekinthetetlen lassú eljárások, amikor az állampolgár tulajdonképpen nem tud, inkább nem is fordul a szervezetekhez. Ez a rossz tapasztalatokra egy másik példa. Csak 2 perc van. 2? 2. Jó, akkor nagyon felgyorsulok, mert a végét szeretném megmutatni. Igen, fontos az, hogy a szervezetek közül az állami szervezetek legfontosabbika, például a rendőrség vagy a bíróságok, azok kifejezetten úgy működnek, mint egy ilyen black box, tehát a cselekvéseik teljesen kiszámíthatatlanok, az állampolgárok nem tudják, hogy mi alapján tudják eldönteni, hogy egy rendőr intézkedni fog-e vagy sem, tovább irányítja vagy sem, és erre tulajdonképpen évek óta sem a civilek, sem az áldozatok nem tudják a szervezeteket rávenni, hogy transzparensebben működjenek. Az áldozatok elérése itt ez egy nagyon nagy probléma, hogy nincsen országos hálózat. A romák például ezért vannak különösen rossz helyzetben, mert egyszerűen a roma szervezetek az elmúlt 10 évben szétestek, újakat pedig nincsen erőforrásuk kiépíteni a különböző szervezeteknek és egyéneknek. A hálózatok működéséről már rejtettem szót, de a legfontosabb, hogy vannak olyan lyukak a hálóban, ahol mindenki kiesik. Itt főleg az ilyen vidéken élő menekültek és romákat érdemes megemlíteni. A nyilvánosság szerepe az nagyon fontos, mind civil szervezetek, mind egyének egyre tudatosabban használják a nyilvánosságot, ezt mind arra, hogy felelősségvállalást kényszerítsenek ki szervezetekből, a szolidaritást kifejezzék, valamilyen módon a traumát így dolgozzák föl. De, ami nagyon nagy probléma, hogy 2 olyan külső hatást említenek nagyon sokan, aminek az átpolitizáltsághoz van köze, így az egyik a metadiskurzusok szintjén az állam általi gyűlöletkampány, ez nagyon sokan rettegnek tőle, hogy még nem következett be a romlás, de valószínűleg befog, a másik pedig a civilek elleni állami fellépés, ami azokat a maradék hálózatokat is szétzilálja a civil és az állami között. És akkor a végére tartogattam egy kis meglepetést, pozitív példát. 4 olyan dolgot tudok említeni, hogy pozitív kezdeményezés volt, és ezeket a hálózati lyukakat próbálta betömni. Az egyik a gyűlöletbűncselekmények elleni munkacsoport, ahol amit olyan jogvédőknek az ilyen informális, rugalmas hálózata, amivel bele tudták kényszeríteni a belügyminisztériumot, az ügyészséget, a rendőrséget, olyan megbeszélésekbe, egyeztetésekbe, esetelemzésekbe, ahol az érintettek is jelen voltak. Ez az egyetlen ilyen, amit találtam, mint platform. Illetve találtam egy nagyon speciális ilyen tulajdonképpen nagyon magas szintű társadalmi tőkét és kapcsolati tőkét mozgósító csoportot, ez a Csorba Család Karácsonya csoport, amik még korábban a roma sorozatgyilkosság áldozatainak segítésére jöttek létre, egy nagyon sokfajta hátterű ember, nagyon sokféle komplex támogatást végzett, viszont az egész csoportnak a problémája, amivel jelenleg is küzdnek, ugyan több mint 10 éve fennállnak, de belátták azt, hogy a professzionalizáció nélkül nem fognak tovább lépni, és az államtól úgy néz ki, hogy most 10-10x év után tudnak segítséget kapni, hogy az ő networküket átadják egy professzionalizálódó szociális munkás hálózatnak. És még 2 ilyen, a legvégére az egyik a Szabad Egyetem csoport, ez nagyon érdekes, hogy a külföldieknek, menekülteknek nagyon kevés intézményt tud segíteni gyűlöletbűncselekmény, és a Szabad Egyetem csoport, ami a CEU melletti szuladírtási tüntetésből nőtt ki, ők segítenek évek óta a külföldi diákoknak ilyen esetekben, illetve a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen részben a GYEM-nek az együttműködésével egy darab ember lelkesedéséből létrehoztak egy konferenciasorozatot, ami egy hasonló platform volt, mint a GYEM, de sajnos szétesett azzal, hogy az illetőt kirúgták az egyetemről. Ennek annyira nincs pozitív vége, de hogy próbáltam ilyen jó gyakorlatokat a végére betenni. Nagyon, nagyon szépen köszönjük. És itt ugye nem tudunk most így közvetlenül megtapsolni senkit, de mindenkit nagyon megtapsolunk egyébként. De az 5. előadáshoz érkeztünk most, amit Kovai Melinda fog tartani, aki az ELTE Társadalomtudományi Karának a Társadalmi Kapcsolatok Intézetén egyetemi docens, és itt ezen belül is a szociálpszichológiai tanszékről érkezett hozzánk. És ma délelőtt a Pszichoterápia rendszerváltás utáni Magyarországon című előadást fogja megtartani. Szóval az előadásom címe egy kicsit félrevezető, és azt most vettem észre, hogy megnéztem, hogy milyen címet adtam neki. Szóval nem a rendszerváltás utáni Magyarországról fogok beszélni, hanem inkább arról, hogy
hogy hogyan történik a pszichoterápiában a rendszerváltás, és hogy ez miért érdekes számunkra társadalomtudományos szempontból. És akkor pár szó a kutatásnak a kereteiről, ez itt a Fenty Ottka kutatásnak az egyik ilyen alkutatása, és én elég régen foglalkozom pszichoterápia történetével, vagy inkább azt mondom, hogy társadalom történetével. Megnéztem egy fontos korszakot, aminek a korszakhatára 1970 volt, ez meg is jelent ebben a monográfiában, és ez a kutatás tulajdonképpen ennek a korábbi kutatásnak a folytatása. És akkor már itt elmondom, hogy az 1970-es évek az azért egy nagyon fontos időszak a pszichoterápia történetében, vagy társadalom történetében, mert tulajdonképpen az 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 időszak, amikor egy kicsit ez elkezdi elnyerni a mai formáját, olyan értelemben, hogy a pszichoterápia, vagy eleve ezek a pszichotudások egy ilyen elkezdenek egyre fontosabb szerepet betölteni az embereknek az önértelmezésében, meg az intézmények működésében. És valahol ez az időszak, ez Magyarországon a 70-es évek második felében kezdődik. És még a kutatásnak egy fontos része, hogy itt interjúk készülnek, meg mindenféle dokumentumelemzés, meg a tudományos szövegeknek, meg a terápiás szövegeknek az elemzése, és egy fontos része ennek a kutatásnak, hogy akik ezt végzik rajtam kívül, ők egytől egyik pszichológusok, tanítványaim voltak régen a Károly Gáspár Református Egyetem pszichológus képzésén, és ők maguk ebbe a témába meglehetősen érintettek, mert pályakezdő szakemberek, akik a saját bőrükön tapasztalják ennek a rendszernek a viszontagságait, meg hát ad egy sajátos elköteleződést a téma iránt. Na és hogy miért érdekes a pszichoterápia, meg hogyan lehet ezt nézni szociológiai szempontból? Hát egyrészt, hogy mi a pszichoterápia, ugye ez egy olyan technika, ilyen Foucault értelemben vett technika, ami meg tudja határozni azt, hogy hogyan gondolkodunk önmagunkról, hogyan vagyunk morális lények, és milyen gyakorlatokon keresztül éljük az életünket, és hát erről rengeteg nemzetközi elemzés készült, meg tulajdonképpen egy bizonyos értelme egy közhely, hogy a mai nyugati társadalmaknak, vagy a centrum társadalmainak a pszichológia, meg ezek a pszichotudások kulcs szerepet játszanak a különféle intézmények működésében, az oktatástól kezdve a gazdasági szervezetekig, és hát nem lehet úgy leélni egy életet ma ezekben a társadalmakban, hogy valahogy a pszichotudások ne játszanak ebbe szerepet. És hát egy szociológiai szempontból mindig fel lehet tenni azt a kérdést, hogy hol keletkezik ilyen jellegű tudás, mi a tartalma és mi ennek a funkciója. Ez egy külön érdekes dolog megnézni az államszocialista társadalmakban ezeknek a szerepét. Másrészt most itt erről kevesebb szó fog esni, hogy ugye itt ez is egy gondoskodási munka, egy fizetett reproduktív munka. Kicsit az első előadáshoz kapcsolódva, ez egy olyan fizetett reproduktív munka, ami meglehetősen magas presztízsű, és elég sok benne a nő, sőt, hát ez egy tulajdonképpen egy női munka, de egy magas presztízsű női munka, ez egy külön elemzés tárgya lesz majd. Másrészt pedig a pszichoterápia egy globális nemzetközi diskurzus, aminek vannak helyi gyakorlatai, és ez nagyon érdekes megnézni, hogy ezek hogyan igazodnak, ezek a nemzetközi technikák, gyakorlatok, tudományos diskurzusok a helyi politikai, meg társadalmi kontextushoz. Ez Magyarországon tehát ebbe a vizsgálatban egy külön érdekes aspektus. Másrészt pedig a pszichoterápiás mező, mint nemzetközi tudományos diskurzus egy burjú értelemben vett mezőként működik, és hát ez is egy nagyon érdekes és izgalmas aspektus ennek a kutatásnak, hogy ez hogyan csapódik le a lokális szinten, tehát a magyar, hogyan alakul ki ez a magyar tudományos terápiás mező, annak minden ilyen burjúi fogalmával, tehát erről szól ez a kutatás. És akkor néhány dolog, hogy ez miért érdekes a rendszerváltás szempontjából. Hát a pszichoterápia szerintem egy ilyen nagyon érdekes, vagy az eddigi kutatási tapasztalataim alapján egy nagyon, hogy mondjam, egy ilyen állatorvosi ló, amin nagyon megmutatkoznak a társadalmaknak bizonyos sajátosságai, és a rendszerváltás az meg hát ugyanúgy érinti a pszichoterápiát, mint ahogy egyébként az egész egészségügyet, meg a közszolgáltatásokat, tehát történik egy óriási piacosodási folyamat. De hogy ez hogyan játszódik le, és hogyan változik a szakmának az etosza, meg hogyan változik az a fajta, tehát maga a segítésről alkotott ideológiák azzal, hogy ez a
közszolgáltatásoknak a köréből szinte teljes mértékben átkerül a piaci szférára, valamint ez a szakma egyszerűen óriásira növekszik, az nagyon sokat elmond a magyar társadalom változásairól, meg hát arról is, hogy hogyan kezdünk el gondolkodni magunkról, amikor a pszichoterápia egyre nagyobb szerepet játszik, legalábbis egy réteg, hogy mondjam, ilyen hétköznapi gyakorlataiban. És akkor csak erről csak nagyon fogy az idő, rengeteg lehetne erről beszélni, ez a mekkora ez a mező, és hol vannak a határai. Itt csak behoznám, nem tudom, mennyire követitek az ezzel kapcsolatos ilyen diskurzusokat, de nemrég fogadták el ezt a pszichológusok körében kuruzsló törvénynek nevezett törvényt, amivel büntethetővé válik a jogosultság nélkül gyakorolt pszichoterápia, tehát letöltendő börtönbüntetés lehet adni. Ez egy külön témája lehetne ennek a kutatásnak, hogy ez miért jött létre ez a törvény, mit csinál és kik ellen szól tulajdonképpen. De ez csak egy illusztráció, hogy hol vannak ennek a mezőnek a határai, tehát óriási az a piac, akik az embereknek segíteni akarnak lelki problémáik megoldásában, és ebben egy szereplő a pszichoterápia, de hát vannak egyéb szereplők is. Na, és akkor ezt nem tudom, mennyire lesz időm elmondani. Itt csináltam egy ilyen kis szempontrendszert, összevetve az 1980-as éveket és a 2010-es éveket, és akkor lehet, hogy kezdeném egy kicsit a 2010-es évekkel, nem tudom, mennyire közismertek ezek az adatok. Ezek egyébként becslések, tehát nincs róla, hogy mondjam, ilyen számszerű kutatás, de akik meg megbecsülték ezeket az adatokat, ők a szakmának ilyen prominensei, akiknek nyilván van valamiféle rálátása a területre. Tehát, hogy az összes pszichoterápiás ülésnek mindösszesen 5%-a folyik az állami közszolgáltatásban, 95%-a magánpraxisban, és itt vannak egyéb becslések is, akik a pszichoterápia iránti keresletet becsülték meg, és hogy a pszichoterápiát, hogy akik igényelnek pszichoterápiát, azoknak 5-15%-a jut állami közszolgáltatásként ilyen szolgáltatáshoz, és a magánpraxis sem fedi le a teljes keresletet, ezt szakemberek becslése szerint, hogy körülbelül a kereslet 40%-át fedi le. Közben meg ez a szakma, hát hogy mondjam, ilyen egyre csak növekszik. Itt 16 000 pszichológus működik állítólag ma Magyarországon, és hogy nem tudom, mennyire ismeritek ezt a szamárlétrát, de aki pszichoterápiát végezhet, az a klinikai szakpszichológus, illetve a pszichoterapeuta. Ezek posztgraduális képzések, ez így együtt 8 év, és önköltségesek, tehát hogy ez egy meglehetősen nagy befektetés a szakember jelöltek részéről, és ott van, hogy 1520 ilyen működik Magyarországon, és 700, most ezt én nem látom, 700 valamennyi pszichoterapeuta. Na, szóval egy egyre növekvő és egyre nagyobb szakmáról van szó, ami szinte teljesen magánpraxisban működik, és az a tapasztalat, az egy pszichológus képzésben szerzett tapasztalatom, hogy aki elkezd egy ilyen magánpraxist, az egészen biztosan talál magának klientúrát, akármilyen színvonalon is végzi ezt a magánpraxist, mert akkor egyszerűen a kereslet. És akkor most visszaugranék a 1980-as évekre, ami hát bizonyos értelemben ennek a ellenkezője volt, ha lehet ilyet mondani, már abban a szempontból nem ellenkező, egy növekvő szakmáról volt szó akkor is, de az, hogy tehát, hogy ezt úgy is nevezi a Harmadta János, az egyik főszereplőjének a mezőnek, hogy a pszichoterápiás osztályok kora, tehát Magyarországon sose volt betiltva az orvosi magánpraxis, és a pszichoterápia is ide tartozott, tehát a közhiedelem ellentétben az 1950-es években is lehetett pszichoterápiás magánpraxis. De még a 80-as évek elején is azt mondják, akik ebben érintettek, hogy a magánpraxisban általában a szakembereknek a képzése folyt, és nem, tehát hogy nem jártak, hogy mondjam, hétköznapi emberek magánpraxisban pszichoterápiában. Ellenben ott lehet látni ezt a számot, hogy csak Budapesten 13 pszichoterápiás osztály működött kórházi részlegen, ez jelenleg 3 ilyen kórházi osztály van, és a kutatásnak a kérdése, hogy hát mint kés a bajban úgy ment gyakorlatilag a pszichoterápia államtalanítása, és az egyszerűen egy fontos kérdés, hogy miért tudtak ilyen könnyen bezárni pszichoterápiás osztályokat, nyilván tehát, hogy általában véve ment az egészségügynek az államtalanításra, de úgy tűnik, hogy a pszichoterápia esetében ez egy sokkal gyorsabb, és sokkal radikálisabb, és egy sokkal könnyebb folyamat volt. Na, de hogy egy kicsit ez a pszichoterápiás, hogy mi a különbség a pszichoterápiás osztályon végzett pszichoterápia, a magánpraxis között,
Az is egy nagyon fontos része a 80-as éveknek, és akkor szerintem ezt nem fogom most majd végigmondani az összes érdekességet, ami ezzel a témával kapcsolatos, hogy a szakmai kultúra hordozója, de az elsődleges terápiás módszer is a csoportpszichoterápia volt. Ez nyilván összefüggésben van azzal, hogy akkor ez egy nemzetközi trend, tehát a 60-as évektől egyre népszerűbbek ezek a fajta terápiás módszerek, és egyébként a pszichoterápiás osztályokon, tehát a kevésen, amin megmaradt, jelenleg is a csoportpszichoterápia az elsődleges módszer, de az még fontosabb a 80-as években legalábbis, hogy ez a szakmai kultúrának a hordozója. És akkor itt mondanék pár szót erről a pszichoterápiás hétvégmozgalomról, ami a szó legszorosabb értelmében mozgalom, tehát hogy ez a 70-es években ez nem volt egy egyszerű dolog megszervezni, ez egy olyan rendezvény volt, ami Két perc van még. Ami három napig zajlott, mindig vidéki helyszínen, akik ezt szervezték, őknek kifejezetten az volt a céljuk, hogy létrehozzanak egy ilyen pszichobumot, tehát hogy egy valamiféle áttörést a pszichoterápia megismertetése kapcsán az orvosi egészségügyi közegben. De hát ebből valóban egy mozgalom lett, tehát ez egy háromnapos rendezvény volt, ahol mindig vidéki városban, ahol az emberek három napra elvonultak egy szállodába, és ott reggeltől estig csoportokban voltak. Most ezt szerintem, hogyha kicsit belegondoltuk, akkor lehet képzelni, hogy ez milyen hangulatú dolog volt. Tehát nyilván este buli, mert hát ez egy erősen módosult tudatállapotot eredményez, hogyha így is hívják, hogy maratoni csoporthatás, hogyha valakik így össze vannak zárva egy ilyen varázshegyszerű, nem tudom, három napban. Szóval ez volt a szakmai szocializációnak a terepe, és ez hát nyilván lett egy ilyen, hogy mondjam, ide lelógtak mindenféle újságírók, tanárok, művészek, egyetemi oktatók, tehát hogy ez egy eseményszámba ment ebben az időszakban, és egy nagyon fontos etoszát adta ennek a szakmának, szóval ilyen pszichodolgokkal foglalkozni egyre inkább szexi lett, hogy így nagyon röviden összefoglaljam ennek a rendezvénynek a lényegét. És mindezt a szakmai kultúrát, ezt a csoportozás hordozta, és ez egy nagyon izgalmas, meg érdekes kérdés, és ennek a kutatásnak mindenképpen kérdése, hogy mi lett a csoportozással. Jelenleg az ilyen uralkodó terápiás forma azok a kétszemélyes terápiás formák, és a csoportozás egy jóval alacsonyabb presztízsű, és inkább csak a képzésben jelentős terápiás forma, meg ezen a néhány pszichoterápiás osztályon. És akkor azt hiszem, hogy lejárt az időm, itt még... Igen, még számos szempont van, hogyha esetleg rákérdeztek a megbeszélés részben, akkor elmondom. És akkor ezt ilyen furcsán be is fejezném, sok szempont van még ezzel kapcsolatban. Köszönjük szépen! Köszönjük. És akkor én azt gondolom, hogy rögtön csapjunk is a következő lépésre, és kérjük a Fruzsinát akkor, mint felkért hozzászólónk, hogy akkor szóljon hozzá, és aztán pedig megnyitjuk a kérdéseket és válaszokat. Köszönjük! Hát nagyon szépen köszönöm az előadásokat, meg Ritkának azt, hogy felkért erre a szerepre, mert ez nekem egy elég tanulságos dolog volt így kicsit fel és készülni rá, meg végighallgatni az előadásokat. Ugye hát ez elég tág palettán szórtak, szóval nehéz így összességében mondani valamit, meg mindenkikkel kapcsolatban nagyon különböző kérdések felmerülnek az emberbe, úgyhogy és sokkal könnyebb lett volna őket rögtön az előadások után feltenni, de ennek a verziónak, tehát ennek a szervezésnek is megvan nyilván az előnye. Tehát egyrészt nekem, ami már magában a szekció leírásban nagyon fontos volt, és azért nagyon örülök, hogy egyáltalán Judit szervezett egy ilyen szekciót, és mert hogy ez az egész dolog, ez nagyon fontos, és így egyáltalán a családi szerepek, meg nagyon sok minden megértésébe sokkal jobban hát állnánk, ha ezekkel így sokkal többen foglalkoznának, és sokkal többen gondolkodnának például arról, hogy tényleg a társadalmi szolidaritás és a gondoskodás, ugye hogyan függ össze, vagy ugye ez a nőknek, tehát ez az egész gondoskodás deficitnek, ugye, hogy a nők a munkaerőpiacra, és akkor a férfiak meg miért nem mennek be jobban a gondoskodásba, tehát hogy egyáltalán ezek mint dilemmák szerintem sokkal jobban, hát jobb lenne, ha jobban
foglalkoztatnának minket társadalomtudósokat is, meg hát aztán ugye a döntéshozókat még inkább, tehát ez nyilván már a vidébe róg a kezünk, és vágyakozunk sok minden dologra. Ugye az első előadás, akkor most egy-egy kérdést esetleg én is felvethetnék. Ugye, hát én azért írtam magamnak kérdéseket már így az absztraktok meg az előadás vázlatok alapján is, amit aztán egy kicsit át kellett gondolnom. Tehát ugye az első előadásban én értem, hogy az egy milyen régióban egy kisebb város. Ugye először az vetődött fel bennem, ugye, hogy itt nyilván egy nagyon perifériális, rossz munkaerőpiac, tehát mondjuk ha legalábbis a társadalmi elismertséget, fizetés, a többi szerepbe levő munkavállalókról beszélünk, ugye meg ezeknek a vezetőivel készült ez az aktuális kutatás. Itt nyilván ez a munkamagánélet összeegyeztetés, vagy a fizetett, nem fizetett gondoskodásnak a dilemmája merült volna föl bennem ugye először, és hát ezt azért sokkoló látni, hogy tulajdonképpen a munkahely megtartása bármi áron, az mindenfajta ilyen dilemmát teljesen elmosott. Ugye engem azért az érdekelne, hogy ez vajon mennyire egy általánosítható dolog az előadó szerint országos szintre. Most nem akarok ezzel a Aldi pénztáros is lehetnék háromszor annyiért című toposszal előállni, de hogy ez tényleg egy kérdés bennem, hogy mert azért ez egy elég rosszul hangzik, egy iszonyú kiszolgáltatott helyzetbe levő emberek attitűdje. Mondjuk minden, én is szeretem ezt a víziós létet, hogy ugye megmentjük a világot, és ezt már kisgyerekkorunkban is tudtuk, és mindenféle kitérők után csak ide jutottunk, de hogy azért mi, tehát, hogy itt azért nyilván a munkavállalóktól is óriási áldozatot követelt az, ugye sokkal nagyobb elvárásokkal szembe, és otthon is nyilván az otthon maradt kisgyerekek, iskolások ellátásával, hogy ezzel mégiscsak szó nélkül gyakorlatilag ezt a békát benyelték, és megpróbáltak megbirkózni. A másik előadás az Ildikói, ott ugye engem ez a kinning dolog nagyon érdekel, nem meglepő módon, tehát hogy hogyan próbálunk tulajdonképpen ilyen kvázi családi kapcsolatokat kialakítani, és ugye amiről beszéltél ott, tehát mert ugye egyébként ez a barátság és családi kapcsolatok viszonylatában is ugye felmerül, hogy egy csomó baráti kapcsolatot is kvázi rokoni kapcsolattá csinálunk, és ezzel próbáljuk tulajdonképpen ezt megerősíteni. És itt az a folyamat, az nekem nagyon érdekes volt, amiről valamennyire beszéltél is, hogy ezek a kapcsolatok ugye vagy megszűnnek, és főleg ugye a kapó kiszáll belőle valamilyen szinten, vagy pedig sokkal szimmetrikusabbá kezdenek alakulni. Tehát már olyan értemben legalábbis, hogy egyére szabódnak, és ami engem nagyon érdekelne, hogy itt visszafele is árul még valami. Tehát, mert ugye ez egy hosszabb távon akkor tud egy valós kapcsolattá válni, ha egy valamennyire szimmetrikus, kölcsönös elem is megjelenik benne. Tehát, hogy ez például így előfordult. Tehát oké, hogy az adó az egyre inkább személyre szabja az adást, viszont, hogy ez visszafele is történik-e, és abból akkor kinek milyen nyeressége van. Mert amúgy meg gondolom, hosszú távú és maradandó társadalmi nyeresség az igazából abból tud lenni, ha ezek valóban, ez a kinning, ez egy valós kapcsolati kötődésé át tud alakulni. Na, hát az Attiláéktól azt szeretném igazából kérdezni, ez is egy nagyon-nagyon érdekes dolog. Például én ugye nem nagyon tudom, ezt, hogy az otthoni gondoskodás az észak-európai országokban növekszik, hogy ezt akkor ki csinálja? Tehát ott vissza mennek a csajok gondoskodni, vagy, és az is egy engem nagyon izgató kérdés, hogy ugye a bevándorló nők azok, tehát ez ugye mennyire az intézményes vagy a magánszférát érinti, mert ugye Magyarországon is, ugye most pont sajnos ebben nekem is volt részem, ugye ki tud besegíteni, gyorsan egy Erdélyből szerezzünk valaki típusú, de ugye ez abszolút nem egy intézményes, egy magánmegoldás, de persze az is elképzelhetően, hogy az intézményes szféra legálisan és nem ilyen nagyon prekárius módon importálja ugye a migráns nőket. Szóval erről esetleg, ha tudnátok valamit mondani, van ennek az ilyen nagy csoportok közti szisztematikus különbségeiről. Hát akkor a Flóráik előadásával kapcsolatban pedig, ugye hát nyilván ez az, meg végülis mindegyikkel kapcsolatban ez az ország, az elérhetőség országos egyenlőtlenségeinek a nagyon fájó megjelenése itt is, hogy ezzel mit lehet szerintetek tényleg kezdeni ezzel az állami szervezeteknek, ezzel a hihetetlen
hát negatív, vagy nem tudom, hozzáállásával. Tehát eleve az egyik dolog, hogy manapság kutatóként ez egy generális probléma szerintem, hogy nem tudunk információt kinyerni egy csomószor, mert valami himi-humi, más mondjuk, hogy nem kompetensek, vagy nem tudom, elhárítják maguktól a választadást, vagy nem tudom, de hogy itt ugye akkor a civil szférának kéne valami, nem tudom, milyen rettentő módon, és úgy látszik nagyon pici sikerrel összefognia, hogy valami választ kikényszerítsen, mert igazából anélkül én nem nagyon látom, hogy lehetne itt bármifajta áttörést elérni, ugye, ha csak civilek próbálnak bármit is csinálni. És a legutolsó előadáshoz kapcsolódva, hát azt már az Abstractból is lehetett látni, szerintem, hogy a Melindából elég keveset fog tudni igazából kifejteni ennyi idő alatt. Az meg tényleg, nagyon-nagyon röviden az lenne a fő kérdés, hogy tehát ez miért nem érdekel már a szakmában senkit olyan nagyon, hogy ilyen egyenlőtlen ezekhez a szolgáltatásokhoz való hozzáférés. Szóval az is egy jó kérdés persze, hogy az államot miért nem érdekli, akkor, amikor a WHO meg mindenki tülköl, hogy itt a mentális betegségek milyen hihetetlenül és egyre fontosabbá válnak a mai világban mindenhol. De hogy ezt szóval azért mégiscsak itt értelmiségi emberek tömegeiről beszélünk, és azért mégiscsak az van, hogy én is azt gondolom, hogy ez egy úri huncutság manapság ilyen szolgáltatásokat igénybe tudni venni, és ennek nyilván nagyon sok oka van az egész stigmatizáltságától kezdve tényleg a hozzáférhetőségig és a hát nagyon kemény anyagi ráforításig, mert ugye ez nem az, hogy egyszer elmentem a nőgyógyászhoz évente, és ott hagytam a 10 000-et, hanem hetente kéne ott hagynom azt a 10 vagy akár hány ezret, hogy ezt a szakma hogy éli meg? Tehát erről semmilyen diskurzus nincsen, vagy nem nagyon lehet ilyenekről hallani. Most pont a COVID alatt hallottam egy-két ilyen kezdeményezést, hogy akkor ingyenesen ilyesfajta szolgáltatásokat hozzáférhetővé tesznek, de hogy az ember azt gondolná, hogy talán a más nem ennek egy kicsit nagyobb tere, vajon miért nem nyílik, ez lenne az én kérdésem ehhez az előadáshoz. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, és akkor azt szeretném megkérdezni, hogy van-e a többieknek, jelenlévőknek egymáshoz kérdésük, illetve tehát azt gondolom, hogy most ez itt az alkalom, és akkor utána visszaadjuk mindenkinek szerintem a szót, azt lehetne tenni. Nekem például már elnézést van kérdésem az Anikóhoz például azt, hogy azt mondtad, hogy ez egy délalföldi város, egy 28 ezres, és hogy erről szívesen beszélsz még, hogy ennek mi a jelentősége, tehát én erre visszatérnék, illetve a hogyan tematizálódik a gondoskodás, tehát az interjúi tükrében arról nem tudtál nagyon beszélni, szerintem abban még kicsit visszamennék, hogyha lehetséges. Az Ildikótól még azt kérdezném, hogy ugye az egy érdekes kérdés, hogy a politikai, tehát a magyarországi politikai rezsimek függvényében ez hogyan változik? Tehát arra van-e valami adat, hogy nem tudom, amikor Magyarországon ilyen kormányzat van, akkor ennek van-e valami hatása? Tehát nyilván ez a segítők részéről, ez a nemzeti szocializáció, ez mennyire nyilvánul meg másként, esetleg egy másik politikai vezetésben, vagy erről esetleg van-e adat, illetve arról tudunk-e valamit, hogy a segítettek és a segítők között a gender dimenzió az mennyiben fontos? Tehát, hogy ez egy jellemzően női segítés, tehát egyáltalán tehát a nemi viszonyok azok szerintem nagyon fontosak lehetnek itt. És igazándiból én is arra akartam kérdezni a Melindától, tehát ez az 5-15%-os nem tudom, mostani elérhetőség a közszolgáltatásokban, ez iszonyatosan alacsonynak tűnik, és valóban, tehát én is ez érdekel, amit már a Fruzsina is feltett kérdésehez kapcsolódik, hogy ez hogyan tematizálódik-e ez egyáltalán a szakmán belül.
és amit még szeretnék kérdezni a Flórától, azt szerintem egy nagyon fontos módszertani kérdés, amire már ki is tértél, vagy legalábbis tehát fölvetetted, hogy ugye itt nem csak a valószínűsíthető, hogy az interjú alanyait traumatizáltak, hanem te magad is traumatizáltá válsz, illetve hogyan tudod kezelni tehát ezt a fajta tehát traumát, ami ott van köztetek, tehát, illetve a te traumáddá is válik, mint kutató, tehát a kutatói ilyen traumakezelésre lennék kíváncsi, hogy ti erre kaptatok valamilyen képzést, mert azt gondolom, ez egy fontos dolog, hogyha az ember egyrészt mondjuk belegyalogolunk másnak az életében, másrészt a mi életünk is ugye kitetté válik. És ugye Attilaiktól meg hát nyilván azt lenne jó tudni, hogy ennek ugye ez, amit mondtatok, hogy ez egy pillanatfelvétel, de vajon lehet-e ennek valami fajta longitudinális változását figyelembe venni, vagy mit láttok módszertanilag erre, azon kívül, hogy mondtátok, hogy nyilván kvalitatív adatfelvételeket is kéne, ez egy kiegészítendő a ti típusú felméréseteket, illetve kutatásotokat. Tehát, hogy ez hogyan látszik, hogyan mozognak ezek? Mozognak vajon szerintetek ezek az országok? Tehát, hogyha valami történik, mondjuk politikai változások, vagy például látjuk a balti államokban, ugye Észtország az nagyon mozog, azt látjuk, és Magyarország is mozog, csak másfelé, úgy látom. Na mindegy, tehát ilyeneket szeretnék. Úgyhogy akkor, ha van másnak még kérdés, akkor gyorsan gyűjtsük össze, és aztán visszaadnánk akkor a szót a többieknek. Mit gondoltok? Termen belül kérdés egymás. Szóval nekem a Melindához lenne, illetve a kérdések kapcsán ismerült fel bennem, hogy hogyan is néz neki ez az állami pszichoterápia? Tehát oda kiutalnál vajon el az embereket a házi orvosok? Vagy, mert ugye az orvostársadalom meg a pszichológus társadalom között azért, bár a klinikai szakszichológusok kórházban dolgoznak, de van egy ilyen határ, ha jól tudom, szóval esetleg erről, hogy ennek mi lenne az útja, mondja, mert ugye oda mindenki önkéntes alapon megy egy talán nem annyira nagy problémával, mint az orvoshoz, vagy a pszichiáterhez. Hogy hogyan tematizálják a gondoskodást? Nem volt kimondott kérdés. Röviden az a válaszom, hogy sokkal inkább a laikus segítőnek a szerepei jelentek meg, és éppen ezért alulértékelt ez a szakma az ágazaton belül is. A családi metaforák kapcsolódva Ildikó előadásához megjelentek, pótmama gyerekeknek hívják a 40-50 éves Down-szindrómás gondozottokat, testi kontaktus, ami a hivatásos segítői szakmában nálunk ugye elvárás, hogy távolságtartás a klienstől, tehát egy ilyen laikus segítői szerep jelenik meg, mindezzel együtt ugye a gondoskodás etika értéke is, az odafigyelés, a törődés, az érzékenység és az összes többi, emiatt alulértékel, hogy miért ez a város, nem akartam egy rossz gyakorlatok tárházát összehozni, és egy olyan intézményrendszert, ami kellően, tehát hogy végig tudom járni a teljes spektrumot, ez sikerül, emellett országosan is elismert szakemberek dolgoznak itt, például a gyermekjóléti hálózatoknak az országos vezetője az egyik interjú alanyom volt. Rengeteg innováció a demenciával kapcsolatban, senior tánc, Alzheimer Café, tanítanak, oktatnak is ezek a szakemberek, legalábbis a vezetők egy része, és arra gondoltam, hogyha a gondoskodási válságot vizsgálom, akkor sokkal inkább lehet ezt kimutatni, hogy mennyire jelenlévő ez a válság, hogyha egy ilyen privilegizált helyzetben lévő városban is ez megjelenik ilyen erősen. És van egy olyan kultúrája a városban, és ez teljesen mindegy, hogy ki az önkormányzati vezető, ez egy évtizedek óta tartó konszenzus arról, hogy idősek és a gyerekek. Tehát van egy nagyon-nagyon támogató, föntartó önkormányzat, ez az egyik, és a Fruzsina kérdéseire válaszolva, több minden is, ami eszembe jutott, valószínűleg ismeritek a Szalai Júliának a tanulmányát, a nők és a szegények 1999-ben írta, tehát azért hangsúlyoznám, meg ki is derült, hogy ez egy karrierpálya is, karrier lehetőség és egy tipikus karrier lehetőség az összes negatív aspektusával együtt, amit elmondtam, de hát azért itt olyan több lépcsős emelkedések vannak, az a könyvelő, aki most egy 120 fős intézménynek a vezetője, és nem tudom én a
harmadik mesterdiplomáját szerzi, és könyvelőként kezdte a pályáját, és azért ez egy, hát nem kell mondanom, hogy ez egy előny. Hát ami kevésbé jó dolog, és az utóbbi években abszolút tendencia, az, ami középen van. Tehát ott nem is annyira a kiszolgáltatottság, tehát akik a nappali ellátásban dolgoznak, felsőfokú diplomával, szociális munkások, óriási a fluktuáció. Tehát nagyon-nagyon sokan hagyják el a pályát a gyerekvédelem területén is, amit ismerek, az idős ellátás területén, és van egy nagyon erős kontraszelekció. És azok viszont, akik a pályán maradnak, nyilván ez egy nagy általánosítás, de több, tehát a délalföldi régióban be vagyunk ágyazva, meg több kutatást is végeztem erről a szocmunkásokról is. Tehát azt lehet mondani, hogy ezekben a pályákban ez egy családbarát munkahely, mert hogy elnézik azt, hogy munkaidőben, napközben, hogyha nappali ellátás van, hát hogy össze tudja egyeztetni a gyerekvállalással, a gyerekneveléssel. Nem elvárás, hogy egész nap a munkahelyén legyen. Lehet, hogy erős a hasonlat, én elég sokat foglalkoztam a közmunkával, de egy kicsit úgy működik, mint a közmunka. Tehát nem véletlenül, hogy a legfrissebb kutatás a 2 évvel ezelőtti az derült ki, hogy a közmunka is kvázi egy ilyen támogatott munkahely, vagy egy ilyen családbarát munkahelyként működik, mert hogy a nők meg tudják oldani, össze tudják egyeztetni a szerepeket. Szerintem a szociális szférának is van egy ilyen aspektusa is. És igen, a teljes kiszolgáltatottság az ott van, az idős ellátásban a szociális gondozók, de ott is olyan fluktuáció van, itt nem, olyan munkaerő hiány, hogy egy másik példa, talán mondhatom az intézmény nevét, nem volt kutatás, csak az intézményvezetővel beszéltem a nyáron, Augusta-szer, ahol van több ilyen bentlakásos intézmény. Ha nem lenne a Nő az Esély program, ami roma nőknek az átképzésével foglalkozik a szociális szférára, akkor nem lenne szociális gondozójuk. Nincs takarító, és nincs konyhai dolgozó. Tehát ezek a nagy intézmények hihetetlen munkaerőhiánnyal és egyéb problémákkal küzdenek, csak ez nincs tematizálva a közbeszédben. Tehát, hogy ez, nyilvánvalóan ez is egy szegmentálódott szakma. És hogy ezek a prekárius munkaviszonyok, amit a Fruzsina is emlegetett, ez a legalsó szintjén van a szakmának. Akkor megkérem, akkor Ildikó, tudnál? Köszönjük szépen! Nagyon szépen köszönöm a kérdéseket. Ugye az első kérdés az volt, hogy visszafelé mi áramlik ezekben a kapcsolatokban. Itt a legfontosabb az, hogy ezekben a jótékonysági viszonyokban ugye egyrészt a értékek, normák fenntartása zajlik, ami nem csak a nemzeti értékek fenntartása ezekben a helyzetekben, hanem vallási értékek is, a humanitarizmus értékei, a nemzetközi fejlesztés értékei, a segélyezés, és azáltal, hogy ebben részt vesznek a segítők, azáltal az értelmes élet konstrukciójában segít ez nekik. Ennél konkrétabb eredménye viszont, ami a családi kapcsolatok létesítésével jön létre, az az, hogy, és nagyon fontos, egyrészt közhelyszerű, másrészt viszont nagyon fontos akkor, amikor ezek a metaforák mozgósulnak, hogy a családi kapcsolatok a hosszú távosság ígéretével járnak, tehát valamilyen módon a társadalmi struktúrát a kapcsolatokon keresztül úgy termelik újjá, hogy a különböző egyéb törékeny élethelyzetekben is biztonságot tudnak nyújtani. Tehát a reflexív jótékonyság elmélete pont ezt hangsúlyozza, hogy a reflexív modernitás korában ezeknek mekkora jelentősége van. A posztkoloniális elméletek pedig arról beszélnek, hogy a bourgeois szüzsé megteremtésében van ennek nagyon nagy szerepe. Hogy a politikai rezsimeknek milyen a hatása, ez egy nagyon nagy téma, nagyon hosszan, tehát ez is megérne tényleg egy külön fejezetet. Onnantól kezdve, hogy a kisebbségi magyarok támogatása a 80-as években az ugye a rendszerrel való ellenállás egyik terepe, egyik felülete volt, a hátizsákos turizmus, amikor gyógyszereket vittek a főként Erdélybe, illetve a számizdatok csempészésében is ugye részt vettek ezek az emberek. És ez folyamatosan alakult az utóbbi 30 évben. Ugye látszólag azt gondolnánk, hogy a mostani helyzet az valamilyen módon a nemzeti ideológiák előtérbe kerülésével egy mainstream
cselekvésé formálja ezeket a jótékonyságokat. Ez nagyon fontos témája lesz az elkövetkezendő interjúknak, amit remélem, hogy le tudok folytatni. Úgy tűnik, hogy többféle mód, nagyon sokféle hatás működik ezen a terepen. Az egyik legfontosabb az, hogy azáltal, hogy a nyilvánosságban megjelennek ezek az irdatlan támogatások, amik nem csak ugye a sportba áramlanak, hanem különböző kedvenc területeire a kormányzatnak. Ez milyen mértékben aláássa ezeknek a programoknak a támogatottságát? A legegyszerűbb indok az az, hogy ne haragudj, de más font ügyekre kell fordítanom, amiknek nincsen ilyen nagy támogatása. Gregor Anikó és Kovács Eszter kutatásából is az derül ki, hogy a különböző támogatáspolitikák közül egy reprezentatív mintán a magyar lakosság számára a határon túli magyarok támogatása tűnt az egyik legkevésbé legitim területnek. A gender arányokról azt tudnám mondani, hogy itt is az látszik, amit várnánk, a nők túlsúlya ezekben, de itt is ugyanaz reprodukálódik, ami máshol, hogy az intézményi hierarchiában vannak különbségek, a különböző vezető pozíciókban gyakran találunk férfiakat, aminek az is részben az oka, tehát különböző kisebb közösségeket összefonó középvezetők vannak mondjuk abban az egyesületben, amit vizsgáltam. Ennek az is az oka, hogy ugye itt nagyon nagy távolságokat kell gyakran utazással áthidalni, és olyan, tehát az, hogy autója legyen, és képes legyen 900 kilométert gyakran vezetni, az adományokat célba juttatni, illetve meglátogatni az érintetteket, ez is oka ennek, nem csak a szokásos kép, amit látunk általában. Nagyon szépen köszönjük, Ildikó, és akkor Attilát megkérem, illetve Violettát, hogy akkor reflektáljon egy kicsit a kérdésekre. Hát nagyon kevés volt az idő, de az írott szövegben is be kell vallanunk, hogy ennél sokkal többet kéne mondani arról, hogy a kurens diskurzusokban a defamilializáció, magyarul a családtalanítás és az újra családhoz telepítés, ebben össze kötődik, de sajnos, hogyha az ember nem gondos, összemosódik, két nagyon fontos strukturális dimenzió. Az egyik az, hogy ki, mi a terepe a gondoskodásnak, és kik a legfőbb szereplők, és a másik, hogy kiviseli a költségeit. Ugye ez a kettő, ez néha szétválik, néha össze, nagyon fontos mind a kettőt együtt látni. Hogyha, és van egy másik, de ezt csak megjegyzem, mert nincs idő kifejteni, a korábbi irodalomban még mindig jelen van, az informális és a formális gondoskodás részben fogta a család és a közviszonyát, részben nem. De mi most maradunk a családosítás és a családtalanítás mellett. Amikor jól szervezett, nem széteső welfare rezsimekről, gondoskodó rezsimekről beszélünk, és az északiak maradjunk így tömbben még mindig azok, akkor a családosítás és a családhoz telepítés az azt jelenti, hogy egy emberarcú gondoskodás, különösen az idős gondozás terén megjelenik egy nagyon fontos állampolgári igény, de ez összekötődik azzal, hogy a szabályozás és ennek a pénzügyi forrásainak, a pénzügyi források előállítás és elosztás, abból nem vonul ki az állam, sőt, az állam és az önkormányzatok. Tehát magyarul ez egy másfajta játéktér, a magán, a családi, az állampolgári és a köz között, de az nem azt jelenti, hogy itt a neoliberalizmus boldog táncát lejti, vannak bizonyos neoliberális elemek, ebben nyilván vitatható, de itt a gondoskodás újra szervezése, amiből nem, hogy magára maradnak a családok, hanem még jobban körülveszi őket mindenféle szabályzás is és egyéb, hogy ki végzi pontosan, sokszor családtagok, professzionális gondoskodók, és ebben egy külön dimenzió a külföldi munkába vállaló. És ebben van egy újra éledő kizsákmányolás a fejlett és a nem fejlett között, de ebben a nemek közötti egyenlőtlenség az egy sokkal bonyolultabb, mint hogy azt mondhatnánk, hogy növeli vagy csökkenti.
egyértelműen nem csökkentés, nem növeli. És ebben Kelet-Európa, ebben a családosításban, nekünk ez nagyon sokszor mást jelent. Tehát ebben a kelet-európai átalakulásban a családosítás azt jelenti, hogy lökjük a családra. A feladatot, az erkölcsi, az időbeli investíciót és mindennek az anyagi vonzatát is. Egyébként is ebben említette Attila, hogy a dél, az tulajdonképpen vannak itt trendek, majd mindjárt mondja Attila, az adataink az pillanatfelvétel, de az értelmezésünk a kicsit kitér a trendekre. Dél-Európa, különösen Spanyolország azért újra gondolja és építi a köz és a család viszonyát, Olaszország kicsit moderáltabban, és Görögország sokkal kevésbé. De hogy a dél egy kicsit jön föl, ha szabad ilyet mondani, az észak átalakul, de nem csúszik le, nem lök ki a családra egyértelműen. Kelet-Európa szanaszét szól. Attila. Igen, tehát hogy ugye egyrészt van egy olyan általános trend, amihez ilyen analógiát jutnak az ember eszébe, mondjuk a hospice, vagy az örökbefogadásnál a nevelőszülői hálózatnak a kiépülése. Tehát amikor a kicsit rigid és érzelemmentesebb intézményektől, formális intézményektől egy ilyen személyközelibb interakcióba kerülhetnek ezek a gondoskodási tevékenységek. És azt gondolom, hogy itt ez az, ami mondjuk ez nem egy a dekomodifikációval valami ellentétes trend, hanem inkább ez a másik fajta nemzetközi sodrás, amit meg lehet figyelni. És valóban, tehát, hogy önmagában most, hogy több a családi gondoskodásnak a súlya, az, hogy ez igazából mit jelent, akár a nemek közötti esélyegyenlőség szempontjából, akár a gondoskodás minősége, vagy a gondozottak, meg a gondoskodást végzők jóléte szempontjából, itt a szabályozás számít nagyon, meg az, hogy tényleg milyen pénzügyi forrásokat bocsájtunk rendelkezésre közben, és ez a fáziszertben ugye ezek a dimenziók is benne vannak. Tehát, hogy ez ezért próbálja ilyen komplex módon látszólag egymással nem összeegyeztethető dimenziókat megragad ez az egész elemzés. Igen, ez egy pillanatfelvétel, és hát vannak ilyen izgalmas esetek. Tehát, hogy azt kerestük, hogy azon túl, hogy reprodukáljuk ezeket a szokásos tipológiákat, vagy a szokásos csoportba tartozásokat, milyen olyan országok vannak, ahol történik, vagy történhet valami, és Észtország valóban az egyik ilyen. Ez pillanatnyilag intuíció. De nekem az a sejtésem, ha lesz mondjuk egy-két év múlva friss adatokon ugyanezt a típusú elemzést, kicsit jobb adatokkal, mondjuk a migrációt tekintve, ott különösen fontos lenne egy kicsit a gondozási célú migrációval a jobb adatminőség, ott az egy nyengesség, amit nem tudtunk megugrani ebben a tanulmányban. Tehát ha ezt reprodukálni tudjuk, akkor feltettünk olyan kérdéseket, hogy számít-e az például, hogy egy ilyen terület iránt, mint mondjuk ez a gondoskodás szociológiája, mennyire érdeklődnek férfiak. Tehát, hogy ugye itt az előadók, de nekem az a sejtésem, hogy a közönségben is nagyon kevés a férfi. Szóval nem tudom, hogy rajtam kívül hányan vannak. Ez jelez valamit, és nyilvánvalóan jelez valamit, és mondjuk ilyen elméleti magyarázat szintjén azzal, hogy a politikai döntéshozatalban, vagy azok, akik mondjuk döntéseket hoznak ilyenekről, hogy mondjuk az orvosok fizetését emeljük, de a szociális gondoskodásban résztvevőkét kevésbé, vagy ne, vagy a szakáp, tehát hogy ugye itt nagyon fontos szerintem ez a gender equality-nek ez a tágabb értelemben vett kontextusa, tehát hogy és Észtországban, de Lettországban is, ami egy egészen kiszolgáltatott helyzetű és nagyon szűkmarkú volt a családi ellátásokban, tehát nagyon, nagyon fontos az, hogy ezekben az országokban megindult, és sokkal, sokkal jobban jelentkeznek ezek a transformatív potenciálok az esélyegyenlőség szempontjából. Köszönjük szépen, és akkor menjünk tovább. Flórát kérem, hogy válaszoljon. Gyorsan válaszolok, de először a nullpontban a Melindához mondanék valamit, hogy nekem a saját kutatásomnak az egyik legfontosabb tanulság, amiről nem tudtam beszélni, hogy ahol igazi diszfunkció is jut van, az egyébként a pszichoterápia. Tehát kifejezetten traumára specializálódott pszichoterapeutákkal beszéltem, akik nagyon kevés pénzért civileknél szerelemből végzik, és ők azt mondták, hogy ezek az áldozatok szinte egyáltalán, ha nem menekült, vagy nem olyan helyzetben, ahogy véletlen mondjuk a Cordéliához, hogy valóban eljutta, akkor nem kap segítséget, és
korábbi kutatásom a roma sorozatgyilkosság áldozataival kapcsolatban ugyanezt mutatta, hogy a legtraumatizáltabb gyerek túlélők sem kaptak az államtól 5-10 éven keresztül semmilyen segítséget, hanem tulajdonképpen az Iványi Gábor és az oltalom adott nekik nagyon sok idővel később, illetve magánpszichoterápiát felső középosztálybeli segítők fizettek nekik. Úgyhogy ez 5% nem lett megint. Az első kérdés, az országos egyenlőtlenség, ez egy nagyon fontos kérdés, én ezen sokat gondolkodtam magánemberként és kutatóként is, és ugye itt két probléma van párhuzamosan, az egyik van ez az egyénekre hárított felelősség, hogy az egyén oldja meg a problémát, hogy valamit kezdjen ezekkel az állami hiányosságokkal, a másik pedig az, hogy Magyarországon ugye a társadalmi integrációval is komoly gondok vannak, és az egész gondoskodási hálóból gyullanak ki azok a szegregátumban élő, például roma közösségek, akik ezt se érik el. Tehát én azt gondolom, hogy a válasz az valahol az alulról épülő közösségfejlesztés, és a nem gyűlölet bűncselekmény specifikus hálózatok felépítése, hanem a társadalom hálóinak az összeszövése, és aztán ezért kell multilayerként rá tud épülni, hogy ezt a specifikus tudást beviszik oda. De hogy enélkül ez irdatlan erőforrás lenne ezt külön-külön felépíteni. Ami még tud működni, hogy azok az LMBTQ zsidó szervezetek is, akik kifejezetten jó helyzetben vannak ezen a mezőn belül, ők ilyen sporadikusan próbálkoznak tudást átadni, erőforrást átadni, vagy ilyen ad-hoc szerveződések vannak, és hogyha ezeket lehetne segíteni, például intézményesülni, amit említettem, hogy mondjuk a Pride-osok kitalálják, hogy a kulturális rendezvényeket a Budaházi ellen hogy tud fellépni, ez nem egy LMBTQ specifikus dolog, hanem ez egy önvédelmi dolog, hogyha ezt tovább tudnánk más közösségeknek adni, akkor ez egy nagyszerű dolog lenne. Akkor a harmadik kérdés, a módszertani kérdés, azt nem mondtam az elején, hogy aktív traumában lévő áldozattal nem interjúztam. Tehát az áldozatok nagyon nagy része úgy jött be, hogy különböző helyeken nyilvánosan meghirdettem, jelentkezhettek rá, és volt egy előinterjú, ahol én azt ellenőriztem, hogy ők aktív traumatizált állapotban vannak-e. Erre előtte egyébként egy pszichológus ismerőstől tanácsot kértem, hogy ezt hogy tudom ellenőrizni. Egyébként az előadó társammal, a Takács Erzsébettel és a Virág Erikővel is, aki így beszéltünk erről a problémáról, szóval ez egy hosszú hetek előzték meg. Szupervíziót azt nem kértem és nem kaptam, mert én a számaival összevágva a magánpszichoterapiára járok, és ott kezelem ezt a problémát. Ennyi. Hát nagyon köszönöm. Akkor ezek szerint ez is egy fontos kérdés majd, szerintem el is lehet majd kutatni, hogy hogyan tudjuk ellátni a pszichoterápiás igényeit a társadalomkutatóknak. Szerintem ez egy fontos felvetés lehet. És de most nem viccelek, komolyan mondom. És a Melindát kérem akkor még, hogy mondja el a válaszait. Köszönöm, ez egy gyors válasz, hogy hát ez egy nagyon, amit a szakma mond, ezek egyrészt az ambuláns pszichoterápia, ez egy létező forma, kicsit Magyarországon is, csak nagyon szűk keretek között elérhető, meg kevés óraszámban, tehát lehetséges közszolgáltatásként finanszírozott ambuláns pszichoterápiás rendelés, ugyanúgy, ahogy a magánpszichoterápia és egy ambuláns rendelés, hogy ilyen orvosi terminológiában. Nézzük, a másik, amit meg a szakma is mond, és azt mondják, hogy ez lenne a kivitelezhető megoldás, hogy a magánpraxisban folyó pszichoterápiának egy részét fizetné az állam annak, aki ezt igényli, vagy valamilyen óraszámot, vagy annak egy részét, tehát egy ilyen kofinanszírozást gondol el. És hát a másik, ahol még működik azért a felnőttnél jelentősebb közszolgáltatás, az a gyermekpszichoterápia, de ott most megy ez az állandtalanodás, ennek a kutatásnak egy nagyon szomorú terepe, úgyhogy egyébként van, tehát hogy ott még mindig ez közszolgáltatás, és ennek külföldön is, de történetileg is abszolút egy létező, meg egy bevett gyakorlat a közszolgáltatásként gyakorolt ilyen ambuláns pszichoterápiás ellátás. És akkor a másik felvetés, hát a lényegre kérdeztetek rá, ez motiválja az egész kutatást. Ez a kérdés, amit felvetettetek, hogy oké, de hogy a pszichológusok erről mit gondolnak, meg miért nem csinálnak ellene semmit, vagy gondolnak róla bármit is, és szerintem itt van egy tehát hogy itt érdemes szociológusnak lenni, mert vagy van ez a mondás, hogy a pokolba vezető út is jó szándékkal van kikövezve, tehát hogyha megkérdeztek egyes pszichológusokat, akkor mindegyik azt fogja mondani, hogy persze, ez egy felháborító helyzet, és hogy mindenkinek jó lenne, hogyha lenne állami pszichoterápia. Ugyanakkor maga a mező, most ez egy erős hipotézis, tehát ezt még így
tehát én, ezt én gondolom róla az eddigi tudásom alapján, nem tudom, hogy visszaigazolást fog-e nyerni, de azt gondolom, hogy valószínűleg igen. Tehát, hogy van a mezőnek egy olyan logikája, nagyon sok okból, ami miatt úgy működik, hogy, egyszerűen megéri a szereplőknek a piacon dolgozni, már csak a kereslet miatt is. Ráadásul ez úgy működik, hogy egyre több ilyen pszichoterápiás egyesület alakul, és az a mezőbeli érdek, hogy, aki pozíciót akar, az alakítson egy új egyesületet. És ezek az egyesületek versengenek egymással, egy részben azért, hogy ugye van egy nagy piaci kereslet, a képződő pszichoterapeuták, és ezért egyre több egyesület lesz, akiknek nagyon nem éri meg bemenni az állam alá. Ezt gondolom sejtitek, hogy miért, tehát senki nem akar állami kontrollt a saját tevékenysége fölött. És ebből van ennek egy ilyen következménye, hogy hát nincs gyakorlatilag pszichológus érdekvédelem, de az is a kérdés, hogy van-e egyáltalán egy közös érdek a szakmába. És amikor ez, tehát nyilván egyébként dolgoznak állami pszichoterápiában, és hogy a szakmának egyébként az ilyen vezető képviselői, az a generáció, akik a 80-as években voltak tulajdonképpen ennek a szakmának a mai megcsinálói, és ezt az egész, tehát a képzési rendszert is, ezt a félig piaci, meg részben az állami egyetemekhez kötődő, de önfinanszírozott képzési rendszert is akkor találták ki, egy 80-as évekbeli státuszkóra, ami úgy működött, amit még sikerült elmondani, tehát ez az egészségügyi intézményrendszerben működő ilyen osztályos pszichoterápia, aminek a legnagyobb tétje az volt, hogy a pszichológus egyenrangú legyen az orvossal. És hát egy kifutott alól az egészségügyi, tehát hogy nem az egészségügyben van ma ennek a szakmának a tétje, és hát hogy egy óriási szakmáról van szó, ami, tehát hogy pont azok, akik ott maradnak, azok egyszerűen nem tudnak elég erősen lobbizni ahhoz, hogy magasabb finanszírozású legyen ez az ellátórendszer. De tényleg az a tragédia, hogy van egy ilyen strukturális működésmód, ami arra presszionálja a mezőben résztvevőket, hogy magánpraxisban és egy újabb módszert hozzanak be, aminek lesz egy újabb egyesület, ami verseng a többivel a kliensekért is, meg a képződőkért is. Ez most egy hipotézis, nem raktam ki a diára, tehát hogy valószínűleg lesz ilyesmi eredmény ennek a kutatásnak, csak ezt még így nem tudom igazolni. Nagyon szépen köszönjük, és itt még fölmerült, látom a cseten, tehát vannak még egyrészt bizonyos költői kérdések, illetve például azt gondolom, hogy az Anikóhoz kérdezik, hogy ott vajon van-e hajléktalan ellátás, és ott a hajléktalan ellátáson belül hogyan tematizálódik az idős gondozás. Ez azt gondolom, hogy nagyon releváns és fontos kérdés, de attól tartok, hogy 2 percünk van, és nekem 2 perc múlva egy kerek asztalon kéne részt vennem, úgyhogy sajnos én nekem el kell mindenképpen köszönöm. Viszont amit mindenképpen szeretnék mondani, egyrészt nagyon szépen köszönöm az összes előadónak, szerintem egy hihetetlenül tartalmas és nagyon-nagyon jó szekciónk lett, és nagyon köszönöm a hozzászólónak is, mármint hozzászólóknak is, illetve a Fruzsinának mindezek előtt, tehát elsődlegesen. Amit szeretnék bejelenteni, az azt, hogy én, mint a szociolog.hu társadalomtudományi szemlének az egyik szerkesztője, szeretnék meghirdetni egy gondoskodás hiány szociológiai című külön számot 2021-re, amiben nagyjából azokat a kérdésköröket fogom így tehát fölvetni, amiket itt is, ahogy meghirdettük ezt a panelt, úgyhogy nagyon várlak titeket, hogy kapcsolódjatok be, és küldjetek nekünk erre valamilyen tanulmányt, mert azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos téma, és azt látjuk, hogy nagyon sok rétege van ennek a témának, és ezzel szociológusként mindenképpen foglalkoznunk kell, úgyhogy amit látok a cseten, hogy van, aki kéri, hogy küldjük el az előadásainkat, azt gondolom, hogy majd ki kell várnia, hogy a szociolog.hu-ban ezek megjelenjenek, mert nagyon remélem, hogy megteszitek, hogy megírjátok mindezt magyarul, illetve tehát megírtok nekünk valamit. Úgyhogy köszönjük szépen,